Üdvözlöm Önöket, a képviselőtestület tagjait és a tévénézőket a 2021. november 8-ai képviselőtestületi ülésen. A mai képviselőtestületi ülésnek a sajátossága, hogy az első napirendi pont, mint általában novemberben, ha nincs Covid, az első napirendi pont a közmeghallgatás. Úgyhogy megállapítom, hogy határozott képességen jelen vagyunk. Van-e bárkinek napirendi módosítási javaslata? Amennyiben nincs, akkor megnyitnám, illetve kérem, hogy fogadjuk el. Aki egyetért vele, ezt kérem, hogy jelezze. Köszönöm szépen, és akkor megnyitnám az első napi pontot, ami a közmeghallgatásról szól. És látom, érkeztek vendégek, úgyhogy nem tudok így napirendi vagy sorrendi rendet teremteni, hanem azt kérném, hogy akkor a hölgyekre tekintettel, hogy kezdhetünk-e a hölgyekkel. Márta? Parancsoljon, itt a mikrofon, jön az asztalhoz. A mikrofont legyen szíves bekapcsolnod meg. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Itt már többször fölmerült ilyen közmeghallgatáson, én is többször fölvetettem a Bem József utca kérdését. Na most örömmel láttuk a Bogdányi híradóba, hogy benne volt a tervbe, hogy még októberben megcsinálják az utcát, mondjuk részleteket nem lehetett tudni. Aztán szomorúan tapasztaltuk, hogy a következő képviselői ülésen kiderült, hogy mégsem, mert hogy váltani kellett a kivitelezőt. Most ezt szeretnék megkérdezni, hogy akkor most ezzel mi van, mikorra lehet előreláthatólag számítani az utcának a felújítására, illetve milyen módon fog ez megtörténni, mert nem mindegy. Szóval, hogyha csak egy réteg aszfaltot kapunk rá, az is valamit jelent, mert jelenleg alig lehet közlekedni az utcában. Viszont nagyon nagy probléma a vízelvezetés. Én erről írtam polgármester úrnak és jegyző úrnak, illetve a testületnek egy levelet tavaly októberben, amire nem kaptam választ. Ezek után idén júliusban újra elküldtem ugyanazt a levelet egy kísérő levéllel, amire szintén nem kaptam választ. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha tájékoztatnának bennünket, hogy hogyan áll ez az ügy, lesz ebből valami, és mi lesz belőle, tehát milyen tervek vannak. Gyakorlatilag ennyi. Még egy dolgot szeretnék, ez is útfelújítás, de a Peksinek az aljáról van szó, ugye, hogy az ember fölfele megy a Peksin autóval, hogyha fentről jönnek, akkor félre kell állni. Na most ott, ahol félre lehet állni a kis utca betorkolása előtt, az az utolsó ház. Most ott teljesen le van kopva az aszfalt, hatalmas kövek vannak, hatalmas lyukak vannak, szinte alig lehet rámenni autóval, és most meg azt látom, hogy mindenki ott parkol. Tehát egyszerűen képtelenség félreállni. Úgyhogy ez szerintem még egy ilyen problémás dolog lehet. Na most azt is tudom, hogy itt a útfelújításoknál ez, hogy vízelvezetés, ez az egész faluba probléma, de szerintem ennek nagyon nagy jelentősége lesz az elkövetkezendő időkben, mert rohadt nagy esőket fogunk kapni. Szóval lehet, hogy egy kicsit nagyobb méretekbe is, és jövőre gondolva, tehát így szakaszos kiépítésre gondolva is lehetne valamit csinálni, de hogy a Bem József utcával valamit nagyon hamar kellene csinálni, az nyilvánvaló. Ott a víz, hogyha csak kicsit esik is, egyenest a Kutnyánszkiek nyakába folyik. Tehát ott az ő házuknak az egyik szobája minden esőnél ázik. Ez már évek óta így van. Többször voltak itt bent a polgármesteri hivatalba. Azt hiszem, azt a választ kapták, hogy foglalják ezt írásba. Na most én ezt megtettem.
választ nem kaptam, úgyhogy most szeretném, hogyha így szóban tudnának nekünk felvilágosítást adni, hogy mi lesz ezzel. Köszönöm, ennyi körülbelül. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a utcánkban lakik a Herr Zsuzsanna mozgássérült unokatestvére. Múltkor el kellett menni egy temetésre, hát nélkülünk nem tudott elindulni, mert tudod, hát így kell szlalomozni, és egyik kátyúba, már nagyon mélyek a kátyúk, felborul avval a kis motorkájával, akkor annyi, úgyhogy ki se tud jönni az utcába. Nagyon, tudod, pár éve, akkor volt ez a mart aszfaltozás, hát azóta sokkal, de sokkal rosszabb lett. Hát nem tudom, de egyszerűen már katasztrófa. Onnan föntről is látjátok szerintem a milyen utca. Úgyhogy valamit tényleg sürgősen ki kéne találni, mert lassan gyalog nem tudunk menni. Szerintem Bogdányban még egy ilyen utca nincs. Jó. Tehát amikor az idén elkészítettük az utcáknak a besorolását, a Bem József utca piros besorolás kapott néhány utcával egyetemben, amely a legrosszabb kategóriát jelenti. Meg is csináltuk ennek a műszaki lehetőségeit, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Szíve. Az árbekérés megtörtént az utcára. Annyit kell tudni az önök utcájáról, hogy ott egy bitumenem uziós makadám út megoldással terveztünk, amelynek a feltétele, hogy meleg legyen. Na most ez mivel a kivitelező váltás történt, belecsúsztunk az őszbe, ami nem teszi lehetővé, hogy ezt a technikát oda rátegyük. Ez összeaszfaltosodik, és vizet is tud vezetni. Az utca végében lakókkal már beszéltünk, és a vízelvezetés az a jelenlegi módon, de nem a Kutnyánsz kék oldalán, hanem a Liphart úrnak az oldalán egy túlfolyóból fog lemenni a Kert utcába. Tehát a víz az el lesz vezetve, de a csúszás miatt az időjárás már nem tette lehetővé, hogy ezt most még idén megcsináljuk, úgyhogy ez az első meleg nyári tavaszi napokra tehető, amikor ez a bitumenem uziós makadám össze tud olvadni, és akkor lesz megcsinálva a Bem József utca. Tehát a telet ezt meg így ezzel ki kell bírni ebben az állapotában. De az alapelv az volt, hogy az összes piros jelzésű utcát megcsináljuk. Nem tudom, hogy a polgármesteri beszámolókat nézik, ott egyszer már ott a térképen elmondtam. Tehát a lényeg az, hogy belecsúsztunk az őszbe, és ott ez a technika már nem működik. A Peksivel kapcsolatosan pedig a Márta a szívemből beszélt. Én már a polgármester választás a 19-es vitán jeleztem, hogy a Peksi nekem egy ilyen biztonsági szempontok miatt kardinális kérdés, ott nagyon sok iskolás megy gyalog föl le. És szeretném annak az egésznek a jobb oldalát, ahol most ilyen szabad patak van, ahol éppen gravitál a víz, azt úgy rendezni, hogy a víz is le tudjon folyni, és a gyerekek is, meg a felnőttek is biztonságosan föl tudjanak jutni a Peksik tetejére. Ott azzal még nem jutottunk arra a szintre, hogy ott kivitelezésről tudjunk beszélni. A Bem József utcának nettó ez a problémája, hogy beterveztük idénre, de a technológia nem adta már a lehetőséget, hogy ezt össze megcsináljuk. Ennek nyár eleje, tavasz vége nyár eleje a legjobb időpont, mert ennek egész évben össze kell cementálódnia, ami ebbe az utcába kiváló, mert dél-dél-nyugati fekvésű és sok napot kap, tehát ez kevés az árnyék. Úgyhogy nálunk ez a listán van elől. Jó? Köszönjük. Mi köszönjük. Mi köszönjük. Jó? Minden oké. Tehát ott van nálunk az utca. Az is korábban fontos volt, hogy a Szent Donátról ne folyjon be.
De nyilván, hogyha majd ott a munkálatokat megkezdjük, akkor erre is. Egyszer már kiemeltük a Szent Donát, Bem Józsefnek a kockaköveit, hogy ne tudjon befolyni víz. Bízom abban, hogy nem is folyik be, de én azt gondolom, hogy tavasszal érkezünk. Jó? Jó, köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Egy dolog eszembe tud közben. Nagyszerű, Márta, parancsoljon. Hogy évekkel ezelőtt volt egy ilyen, hogy lehetett jelentkezni e-mail címekkel, hogy ami olyan közérdekű dolog, és a polgármesteri hivatal, illetve a testületben történik, hogy ha akit érdekel, egy ilyen hírlevélszerűen fognak bennünket értesíteni. Na most én azóta kaptam néhány állásajánlatot, de semmi mást. És azt hiszem, hogy nagyon egyoldalú a kommunikáció, és nagyon jó lenne egy ilyen hírlevél. Már csak például olyanra is, hogy a kulturális programok, mikor már tudható az időpontjuk, ezeket is ki lehetne küldeni, mert a levelet megnézi az ember, nem biztos, hogy a Facebookon vagy az interneten utána néz. Ha beérkezik az ember postaládájába egy levél, azt megnézi. És nagyon sokszor volt olyan, hogy úgy kaptam meg a Bogdányi Híradót, hogy az a bizonyos program, amit érdekelt volna, az már éppen lefutott. Úgyhogy biztos volna erre igény. És szerintem ez nem egy olyan nagy... Jó, bocsánat, az elsőre én nem tudok válaszolni, mert én azt nem ismerem, ezt a levelezést. A kommunikáción próbálunk fejlődni és fejleszteni. Jó, és remélem, hogy minden információ el fog jutni ennek az időben. Ez hát csak azért, mert ez nem az én felvetésem volt eredetileg, hanem ez a polgármesteri hivataltól érkezett. Én szerintem ez valamikor Gergelynek az első idejében lehetett. Miről van szó? Vagy hogy őszinte legyek? Amiről én tudok, az a korábbi honlapon volt egy ilyen hírlevél regisztrációra lehetőség, de és az így e-mailen keresztül működött volna, igen. De nem volt igazából annak a működtetésére elegendő kapacitás, illetve jelentkező sem, aki ezt kérte volna. Most ha konkrétan a rendezvényekről van szó, nyilván ott van egy rendezvény naptár, ami ezért készül karácsony, új év idején, nyilván abban nincs minden benne. Hát igen, hát évközben is alakulnak. Ezek eddig az újságban, illetve az interneten jelentek meg. Ezen próbálunk majd javítani a kultúrházzal együtt. Jó, hát köszönöm szépen, csak tényleg én nem megyek föl az internetre, csak azért néha fölmegyek, de nem rendszeresen látogatom a hivatalnak a weblapját. És hát volnának olyan dolgok, amit az ember érdekli, és nem tud róla, csak esetleg utólag, hogyha... Jó, köszönöm. Tettünk lépéseket, hogy a Bogdányi Híradó időben, és pontosan kimenjen információkkal. Hát igen. Jó? De az mégis a nyomdához is van köthető. Világos. Kihordáshoz is van köthető. Tehát egész más, mint egy ilyen hírlevél. De hát tudom, hogy ez kapacitás kérdése is, de én szerintem lenne rá igény, és ha még olyan is, hogy mit tudom, egy háztartásból csak egy e-mail címre, de hát nem tudom. Jó, Márta, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Látom ott ülve az urakat, kérdezem, hogy együtt vannak, vagy külön? Külön? Akkor kérem, hogy Liphart úr, Fogel úr, vagy Rokfalusi úr valaki kezdje, nem tudom, hogy olyan egy csapat kinézete van. Azt mondták, hogy hosszú lesz, úgyhogy akkor én kezdem. Ahogy szokás, Fogel Norbert vagyok, a Névad Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, de most nem ilyen pozícióban szeretném feltenni a kérdéseket. Több apró, konkrét, inkább kérdésem van, tehát nem ilyen konkrét problémák, hanem inkább információ
információt szeretnék kapni néhány témában, nem tudom, hogy egyben tegyem fel, vagy pedig álljak meg a kérdések után. Nem függenek össze. Szerintem egyenként, jó? Egyenként. Jó. Mint ismeretes, 5 hónappal ezelőtt jeleztem egy játszótéri problémát a testületnek, és így 5 hónap után pozitívan tapasztaltam, hogy ez a henger nevű játék, ez most felújításra került, úgyhogy ezt szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, aki ebben közreműködött. Ehhez kapcsolódóan szeretném kérdezni, hogy milyen stratégia, vagy milyen változások várhatóak ezen a téren, tehát indult-e az önkormányzat, jelenleg van-e folyamatban ilyen pályázat, vagy terveze indulni, és hogy konkrétan vannak-e már erre elképzelések, hogy hogyan lehetne gyermekeink számára biztonságos játszótéri környezetet biztosítani az óvoda, illetve az iskolai idő után. Igazából ez nem az első kérdés, hogy van-e konkrét elképzelés már, és hogy folyik-e valamilyen előkészítés, amiről mi még nem tudunk esetleg. Szerintem nincs olyan előkészítés, amiről a lakosság ne tudna. A Dunaparttal kapcsolatosan láthatóak voltak azok az anyagok, amiket az egyetemmel közösen terveztünk, ennek az elemzése és a választása a következő hónapokban derülhet ki. A másik területen, ahova mi még szabad idős területet tervezünk, de ez majd azt is majd még meg kell lökni egy kicsit, tehát döntést kell hozni, az pedig az óvodával szemben lévő terület, ahol ez most feltöltésre került, és az építkezésnél pedig felvonulási terület volt. Ugyanazt tervezzük az Unimate nevezetű egyetemmel, hogy kidolgozunk oda is egy lehetőséget arra a területre. Itt már idén, azt hiszem, márciusban zárult le a lakosságnak a megkérdezése, hogy mit kívánnak. Mi azt átadtuk az egyetemnek, voltak már kint bejáráson, szerződéskötés előtt vagyunk, hogy a tavaszi szemeszterben ugyanolyan módszerrel, mint ahogy a Dunapartot is ki dolgozták a mesterszakos hallgatók a tanári kísérettel, illetve segédlettel, szóval ezek most zajlanak. Rendben, köszönöm szépen. A következő... Bocsánat, egy kiegészítés csak. Covid alatt volt szerintem az a pályázat, amit benyújtottunk játszótéri eszközökre, ez pedig a sportpálya területére irányult, az akkor tartaléklistára került, azóta nincs más információnk róla. Én erre gondoltam, mert ugye erről volt így nekünk is információnk, ugye a közbeszédben. A következő kérdés hirdetési felületek létrehozásával kapcsolatos. Itt az legutóbbi ülésen elhangzott az, hogy a Bogdányi Híradót kevesen olvassák, stb. Ezzel én annyira nem értek egyet, illetve azzal sem, hogy kizárólag digitális téren érdeklődnek az emberek, vagy hát leginkább ezen a téren és csak ilyen téren kéne fejleszteni. Nekem egy javaslatom lenne ezzel kapcsolatban, és az a kérdésem, hogy ezt támogathatónak tartja az önkormányzat ilyen tekintetben. Hogy mire is gondolok, Bogdányban jelenleg szakszóval élve vadplakátolás zajlik, hogyha lehet így fogalmazni. Viszonylag megszokott helyekre szoktunk kitenni plakátot, illetve van már néhány olyan terület, például a Pékség, vagy a Bővedési ház előtti hirdetőtábla, ami viszonylag jól működik. Tehát most kifejezetten arra gondolok, hogy az önkormányzat, illetve a helyi civil szervezetek vagy intézmények hogyan tudnának a programjaikról vagy eseményeikről jobban hírt adni. Ezért én érdeklődnék, hogy van-e erre esetleg támogatás vagy kapacitás, tehát hogy tehát közösen esetleg lehetne egy ilyet kezdeményezni, hogy például a Pékséghez hasonlóan több ilyen nagyobb forgalmú területen hirdető felületet létrehozni, ahol kizárólag az önkormányzat, illetve a helyi civilek tudnak kifejezetten rendezvényeket vagy hasonló ilyen tartalmakat hirdetni. Gondolok itt például a Dunapart, ami abszolút kihasználatlan ebből a tekintetből. Iskola, óvoda, hivatal, templom környéke, orvosi rendelő, patika, főutca esetleg egy-két helyen, hogy van esetleg erre lehetőség. Igazából ez a konkrét kérdés. Hát konkrét kérdésre azt tudom mondani, hogy lehet. De nem látom a konkrét javaslatot, hogy mivel, miképpen, hogyan. Persze, lehet. Tehát akkor amennyiben kidolgozunk mondjuk egy ilyen
konkrét javaslatot, akkor erre lehetséges, hogy pozitív választ kapunk. Tehát hát annyiban, hogy lehetséges az is, hogy pozitív választ, nyilván azt a képviselőtestületnek mélegelnie kell. Ha a képviselőtestület úgy dönt, hogy ennek látja értelmét, akkor azt gondolom, hogy finanszírozható, hogyha úgy látja, hogy nincs értelme, akkor pedig akkor nem állunk be mögé. Rendben, köszönöm. A következő az a Bogdány Iradóval kapcsolatos, de én most nem a közelmúlt történésére szeretnék reagálni, hanem inkább kérdezni szeretném, hogy maga a papír, anyag, illetve a grafikai, tehát a mondjuk azt, hogy a külsőbb dolgokra, amelyek a presztízsét, illetve hát a befogadhatóságát nagyban javítanák az újságnak, hogy erre van esetleg szándék, vagy felmerült az, hogy a tartalom mellett ezekkel is foglalkozzon a testület. Én azt mondom, hogy az új felelős szerkesztővel múlt héten volt egy megbeszélésem, ahol ő hasonlóképpen felvetette ezeket a kérdéseket. Én azt tettem, hogy nevezzük dizájn szakembernek azt a hölgyet, aki nem tudom, hogy megvan-e az a kis kiadvány, amit tervezett az óvoda átadójára is. Felvettük vele a kapcsolatot, megadtam neki az Eszternek a számát. Én azt gondolom, hogy ők a háttérben már dolgoznak ezen. Azt nem tudom, tehát én december 31-ig kértem tőle a kidolgozás időpontját. Léven ez nekünk majd költségvetési tétel lehet, hogyha más minőségű lapra nyomunk, vagy bármi ilyesmi, illetve hogyha megvan az új dizájn, azt a képviselőtestülettel is tulajdonképpen jóvá kell hagyatni. Tehát ezen a szerkesztőasszony elkezdett dolgozni, és én azt gondolom, hogy vagy február, vagy március lehet, hogyha nincs ennek költségvetési változtatás, tehát költségvetési tétele, hanem tudunk menni abban a szerződésben, ami minket egy évre köt, ha jól emlékszem, márciusban kötjük ott a sportprinten. Milyen kor? Úgy, tehát ha januártól, hogyha nem költségvetés nem érint, akkor januártól egy megújult dizájnnal fog kifutni a Bogdányira. Köszönöm, ezt azért is tartom fontosnak, ezt a választ, ezt nagyon köszönöm, hogy rengeteg munkával írunk ebbe az újságba cikkeket. Remélem, hogy ezt a nézők is, illetve az olvasók is így értékelik, hogy ebben tényleg nagyon értékes publicisztikák szoktak megjelenni, amelyek akár több heti vagy hónapos munkával készülnek. Úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon pozitív irány lenne, hogyha ebben változás lenne. Következő az, ami többeket érint, az utcán történő parkolás. Ez már többször előkerült, hogy mondhatni, hogy az egész területen, egész településen viszonylag szűkek az utcák, és a kétirányú forgalom az viszonylag nehézkes a legtöbb helyen, hogy van erre bármilyen lehetőség, illetve van erre bármilyen szabály, hogy lehetne gördülékenyebbé tenni azt, hogy az utcán kevesebb autó parkoljon. Én nem tudom, hogy van erre lehetőség, vagy hogy milyen helyi szabályozás vonatkozik erre, de ez több helyen balesetveszélyes, illetve egész egyszerűen akár a reggeli forgalomra gondolunk. Ugye volt egy ilyen felmérés, ahol mi is lakunk a Petőfi Sándor utcában, illetve a József Attila utcában, és pont ez a két utca az, amely leginkább érintett ebben a problémában, hogy erre van-e bármilyen lehetőség, és hogy egyáltalán mik ennek a helyi szabályai. Tehát lévén, hogy ezek belterületi utakról van szó, ami önkormányzati tulajdonban vannak, és határozat alatt is, bármilyen rendeletet lehet erre hozni. Tehát rendeletbe foglalhatjuk, hogy holnaptól közterületen nem lehet parkolni, azonban ez nem biztos, hogy mindenki számára megoldást jelentene. Ennek a ritmusa nagyjából úgy, és ezt már a Balogh Arnó képviselő úr többször felvetette, én jeleztem, hogy ez tervezésköteles lesz. Tehát ezt nem lehet azt megmondani itt helyi laikus szinten, hogy te kint parkolhatsz, te meg nem. Akár vehetünk budapesti példákat is, ahol mondjuk egy utcában egy helyen jobban, egy helyen balról lehet, és közte szlalomoznak. Nyilván ez egy kiosztás. És így az embernek, hogyha már föl van fest, akkor egyszerűnek tűnik, de egyébként ezt elég ügyesen, meg sokat dolgozza, kiszámolják. Tehát, hogyha ezt az igényt azt tovább szeretnénk vinni, akkor
akkor ez egy tervezési fázisba kell kerüljön, amit úgy szintén költségvetési tétel. Tehát ezzel a március nekünk mindenféleképpen meg kell várni, ameddig látjuk az új költségvetésünket, hogy beleférünk egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy ez nem 10 000 forintos tételű, mert ez az egész település lefedő tervezés és bonyolult műszaki munka. Picit visszatérve az iskola történetében, mert elmondtad ugye, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak vagy az elnöke, de emellett az iskolának is vagy az igazgató helyettese. Én az igazgató asszonnyal már beszéltem, hogy van a lehetőség a gyalogbusznak a kialakítására, bízva abból, hogy egy kicsit forgalom csökkentjük ezt a József Attila és Petőfi Sándor utcát. Ezen igazgató asszonnyal beszélünk, dolgozunk. Ha jól tudom, ő ezt majd a következő, hogy mondják ezt, tanári gyűlés, vagy értekezlet. Tanári értekezleten fogja tanárok elé tenni, mint kérdés. Úgyhogy a Petőfi Sándor és József Attila forgalom csökkentése nyilván az iskolai időszakban a legforgalmasabbak, úgyhogy a magunk részéről, illetve a kérésem ez volt az iskola felé, hogy gondolkodjunk el a gyalogbusznak a kialakítási lehetőségein. Jó? Köszönöm. Ez egy egyszerű technikai kérdés. Megírtam az utcában lakóknak, hogy ezt jelzem. A legutóbbi csőtörésnél az iskola utcában volt egy víznyelő, amely nem nyelt el a vizet, és elég nagy problémát is okozhatott volna, hogyha nem reagál ilyen gyorsan a vízmű, illetve a munkatársak. Úgyhogy én szeretném belezni az iskola nagykapujánál, ami húzódik, ez a nagyobb víznyelő, az annak a kapacitása majdnem, hogy nulla. Tehát azt érdemes lenne megnézni, mert hogyha egy nagyobb eső van, illetve ha netán történik még egy csőtörés, most ez a második volt egy rövid időn belül, akkor ez akár a magánházak pincébe is be tud folyni. Ez egy viszonylag egyszerűen megoldható kérdés. Ez csak egy felvetés volt, nem tudom, hogy van-e erre köszönöm válasz. Köszönöm az információt. Nekem ez az első jelzésem erre, úgyhogy... Köszönöm, azért is jó, értem, hogy... szépen. Ehhez gyorsan hozzácsatolhatok, bocsánat, hogy ugyanez van a Kőbánya utca, amit mondtam. De van víznyelő. Igen? Van víznyelő, a kőfal, a sarkon a kőfal és a járda letörés között van egy picike víznyelő. Fölírtuk, jó? Fölírjuk, de... Na, ezt hagyjuk. Most már csak... Biztos, hogy a mi utunk. Na, jó. Néhány rövid csak annyi, hogy a forgalommal kapcsolatban a nyári parkolás az mindig téma, bár most még nem nyár van, de mindig májusban döbbenünk rá, hogy jönnek a turisták és a strandolók, hogy ez is szerepel ebben a tervben, amit említett polgármester úr, hogy ez is egy hosszabb tervezésnek az eredménye lesz majd. Tehát ahol van a buszforduló most jelenleg, hogy ott tudjuk, hogy a burkolat az olyan, amilyen. Talán ez sem teszi azt lehetővé, hogy jobban elkülönítsük, ahol nem csak a busz, hanem éppen mint egy körforgalom jelenleg megfordulnak az autók, hogy ilyen irányban történtek esetleg bármilyen lépések, vagy ez is egy ilyen tervezési csomagnak a része lesz majd a továbbiakban. Egyrészt a terveknek az egyik alappillére, hogyha kedves nézők, volt idejük megnézni ezeket a terveket, többféle parkoló terv készült, autó barát, autó nem barát parkolók, tehát hogy kiszorítsuk az autókat, vagy helyet adjunk nekik. Azt tudom mondani, hogy mi a Volán busszal itt a helyénpékséggel felvettük a kapcsolatot, ez az egyetemnek a kérése volt, hogy ezt a központi teret mindenféleképpen beszéljük meg a Volán busszal, mert ez a településnek egy központi sarkalatos része, úgyhogy az lesz a célunk, hogy a Volán busznak egy másik helyet kínáljunk fel. Tulajdonképpen az, hogy menjen tovább, és ott tudják megfordítani a buszt, mert nekünk erre a területre nagy szükségünk van. Nyári, és most már azt látom, hogy szinte a hét minden napján, köszönhetően a hajnpékségnek a forgalmának, a takarék, posta szükségességének, tehát erre a területre nekünk szükségünk van egész egyszerűen. A Volán busszal felvettük a kapcsolatot. Ha jól emlékszem, akkor egy ilyen online tárgyalás lehetőségét adták meg nekünk, legalábbis a kolléganőm múlt héten kérte, hogy adjak egy időpontot erre a tárgyalásra. De igen, elkezdtük, illetve nekünk ugyanúgy kérdés a forgó alatti
nagy parkoló, és az Árpád térnek a parkoltatása, úgyhogy nekünk ezt egységében kell kezelni. De nem dőlt el, hogy autóbarát, vagy mondjuk kerékpár, vagy gyalogosbarát parkolókat alakítunk ki. A tervekben 20 autótól 70 autóig változnak a lehetőségek, mondjuk az Árpád téren, és itt a hajnpékség előtt is, aminek mondom, egy picit más szerepet is szánnánk, de nyilvánvalóan a kereskedelemnek pedig meg kell hagyni a lehetőséget, hogy mindenki kényelmesen elérje. Köszönöm. Még három nagyon rövid kérdésem lenne. Az egyik, hogy ez többször téma volt, nem tudom, hogy hol áll az ügy. Ez a strandvécé kérdése, hogy ebben most mi a legfrissebb álláspont, vagy ez még egy függőben lévő kérdése? A vizesblokk kérdése, hogyha a vizesblokk igen. Kérdése. A strandvizesblokk kérdése, függőben lévő ügy. A mai nap egyeztettem személyesen a Kisfaludi programnak a vezetőivel. Ők egyébként tovább küldtek a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, hogy velük egyeztessek. Az az összeg, amit pályázaton nyertünk, az nem elég, és tulajdonképpen nekik december 31-ig ezt el kell számolni. Ha mi úgy döntünk, hogy március 31-ig befejezzük, adott esetben addig kaphatunk határidőt, de lévén, hogy az önkormányzatoknak a költségvetése elég bizonytalan talajon áll most már jó egy-két éve, így a Covid-dal összefüggésben, ezért én inkább a spórolásra buzdítom majd a képviselőtársaimat, és hogyha kijön az új év, akkor újra tudunk pályázni. A mai tárgyalásnak az volt az eredménye, hogy a kérdés az, hogy tehát nekik nagyobb, mint 30 milliós keretük nem lesz, de ha több projektet nyújtunk be, amit ne adj Isten megnyerünk, amely területeket mondjuk önerőből szerettük volna kigazdálkodni, akkor lehet, hogy meg tudjuk csinálni úgy a vizesblokkot, hogy többi területre, mint mondjuk parkolóépítésre pályázati pénzt kapunk, és akkor önerőből pedig tudunk a vizesblokkra is koncentrálni. Én azt látom, hogy a vizesblokk 30 milliós ajánlatához minimum 15 millió forint plusz kell, amit mi ugyan ki tudnánk fizetni, csak nagyon fontos más dolgok is vannak, úgyhogy itt kell nekünk priorizálni és sakkozni. A teljes választ akkor fogom megkapni, amikor az MTÜ-nek, tehát a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőivel is beszéltem, és együtt tudunk a strandnak a koncepciójáról és támogatásáról egyeztetni. Köszönöm. És akkor egy olyan kérdésem lenne még, hogy Leutenbach partner településsel fennálló kapcsolat. Itt a járványhelyzet miatt tudjuk, hogy volt egy-két olyan nagyobb esemény, amely elhalasztásra került, vagy meghiúsult. Van-e bármilyen, az első kérdésem ezzel kapcsolatban, van-e bármilyen konkrétum, hogy esetleg van-e a háttérben bármilyen egyeztetés, vagy van-e bármilyen elképzelés, hogy mi a következő állomása ennek a kapcsolatnak, illetve hogy a partner kapcsolatokra kiírt nem csak egy, hanem legalább két olyan nemzetközi pályázat is van, amely ezeket célozza meg, hogy ezen van-e valami ok, hogy most sem indultunk, és a korábbi években sem indultunk. Igazából ez a két kérdésem van, tehát hogy hol áll ez a helyzet most, és hogy van-e valami oka, vagy hogy a jövőben esetleg ilyen téren tervez-e az önkormányzat további lépéseket, hogy pályázati pénzt is bevonjunk ebbe a tervezbe. A polgármester úr, Jürgen Kiesl úr múlt héten írt egy levelet, amelyben jelezte, hogy májusi hónapban terveznének, hiszen május végén egy partnerkapcsolatot. Én azt kértem tőle és a hivatalától, hogy egy B-verziót is dolgozzunk ki, hogyha esetleg a pandémia belecsúszik a jövő év melegebb időszakába is. Ők hívnának meg minket Németországba. Úgyhogy igen, van, tehát hogy úgy mondjam, ilyen tapogatózások már vannak.
ők is a negyedik hullám felívelő részében vannak, mi is. Én azt írtam a levelembe, hogy egy picit korainak találom, ők viszont úgy látták, hogy addig már biztosan fog tudni működni az utazás is, meg minden. Úgyhogy én abban bízom, hogy létrejön, és minél előbb tudunk találkozni. Hát a pályázati lehetőségek, a szakembereink, a Zsófi, hogyha látni fogja, hogy van testvértelepülési kapcsolat, akkor biztos, hogy látni fogja hozzá a pályázati lehetőséget is. Jó, köszönöm szépen a válaszokat, remélem, hogy kérdéseimmel hozzájárultam ahhoz, hogy néhány kérdésben a lakosság is kapjon néhány olyan információt, ami szerintem lényeges, és át is adnám a szót a utána következőknek. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. Lehetőség. Köszönjük. Szervusz. Leszel még ugye egy napi rendi pontban, Nóri? Igen. Nem tudom, hogy ki következik ott a... Rokfalusi úr, parancsoljon. Most egy kívánok, szervusztot. Szervusz, Balázs. Bocsánat, parancsolj. Üdvözlünk újra a képviselői asztalnál. Köszönöm szépen, én szeretettel üdvözlöm a polgármester urat, jegyző urat, képviselő hölgyeket. Mi is szeretettel üdvözlöm, és urakat, és meg a nézőket is. Igen. Igen, már egy lassan egy évvel telt azóta. Az első, amit szeretnék mondani, egy gratuláció, és egy köszönet is a képviselőtestület felé az eddig elért eredmények. Itt kiemelném nyilván az óvoda, ez egy nagyon nagy beruházás volt, az Óvoda utca és az Erzsébet királyné utca. Ez a három, amit így szeretnék gratulálni mindenkinek hozzá, ki ebben bármit is hozzátett és részt vett. Illetve a polgármesternek szeretném megköszönni a meghívót a átadó ünnepségre, csak mint jeleztem, akkor nem tudtam ezen részt venni, mert egyéb családi elfoglaltságom volt, de láttam, hogy minden kiválóan lezajlott. Köszönjük szépen. Ezek azért szerintem komoly eredmények. Én annyival készültem most, hogy egy kicsit elnézést kérek a tisztelt képviselőtestülettől, mert hoztam témákat, de annyira későn kevés időm volt, hogy elküldtem volna előre, de hát még délután is utolsó pillanatokban még kellett rajta dolgoznom, illetve még le is maradt belőle. Tehát az lenne egy technikai javaslatom, én 20 darab témával készültem, igyekszem, tudom ez így bonyolult, tehát hogy időkorlátok miatt, vagy... Közmeghallgatásom. Tudom, tehát hogy nem szeretném húzni az időt, nekem az is egy jó, hogy elmondom őket, és ha tudunk rá, most mondunk rá valamit, ha nem, akkor nekem utólag is. Lehet úgy, mint a Norvival csináltuk, hogy nem tudom, van a kérdések között átfedés, vagy nem? Egy vagy kettő van, igen, nem sok, én ha megengeditek, akkor ezt oda is adnám, kinyomtattam. Magamnak egyet megtartok, mert a fejből nem jegyeztem meg mindent. Jegyeztem néhány. Ez még ezen kívül lenne a fejembe, de gondoltam, mindennek van egy határa, ez is itt elég lesz szerintem. Vagy másolunkat, vegyél le egyet. Azokkal. Nekünk itt a Józsival elég egy kérde után. Jó? Igen, azt hiszem csak egyet kevesebbet tudtam nyomtatni, úgyhogy... Jó, akkor én bele is kezdenék, és igyekszem gyors lenni, amennyire itt a témák engedik. Az első ilyen pont lenne, ez a kerékpáros út mentén lévő nem működő lámpák. Ez egy viszonylag régi történet, mi még mondjuk nagyságrendileg 3 éve polgármester úrral leveleztünk ebben a témában. Ugye ezek a napelemes pékség és a játszótér közötti lámpák ügye. Akkor volt egy levélváltás is köztünk, akkor az volt, hogy akkumulátor csere szükséges, és hogy ezek majd cserélve lesznek. Én úgy láttam egyébként, hogy idén júniusban ott történt is valami, mert kb. Minden második lámpa elkezdett világítani, tehát láttam a beavatkozást, de most mondjuk egy-két hete, amikor arra jártam, hát talán egy vagy kettő volt, amíg világított, tehát ott valamilyen, hát vagy Vandal Ábert csere, vagy akkumulátor csere, nem tudom, ami szerintem szükséges lenne.
főleg ezekben a mostan korán sötétedik az idő. Ezt részben mondjuk kicsit átfedi, hogy ott helyi lakókat raktok fel ilyen kis lámpákat. Ezek még működnek, de nyilván ez azért nem oldja meg ezt a kérdést. Legfeljebb átmenetileg egy kis segítséget nyújt arra a közlekedőknek. Még mindig a lámpáknál maradva, ilyen egyéb közvilágítási problémákkal kapcsolatosan, nem néztem vissza a levelezésekbe, de emlékeim úgy szólnak, hogy körülbelül talán egy éve ilyenkor hoztunk egy határozatot, vagy egy döntést arra, hogy a Kőkereszt dűlőben a 11-es főút és a panzió közötti utca szakaszon, ugye ott semmilyen közvilágítás sincsen, és hogy arra talán forrást is allokáltunk. Én nem jártam mostanában, tehát ha az elmúlt egy-két hétben elkészült, akkor ez tájtalan, viszont aki megbízott ezzel, mint még képviselőt lakó, szokta tőlem ezt kérdezgetni, illetve Nagy Ákos képviselő úrral is talán volt egy üzenetváltásunk ebben, hogy ezt átveszi ennek a projektnek a menedzselését. Ezt, hát nem tudom ezzel mi van, ezt érdemes lenne felmelegíteni. Szerintem a határozat is megszületett már körülbelül egy évvel ezzel kapcsolatban. Még mindig a közvilágításnál maradva, az Ady Endre utcának a híd mögötti szakasza, tehát az a Kovács Andrisék szüleitől hátrébb. Én úgy vettem észre, hogy körülbelül minden második elműszopon van világító test. De azok mondjuk működnek, de viszont nagyok a távolság, és szerintem ott elég sötét van. Ott voltak olyan lakók, akik még ott régebben jelezték nekem, hogy ott örülnének, hogyha kiegészítésre kerülnének a lámpák. Ilyen témákat korábban is hoztam, ezt szeretném javasolni vagy kérni. Jó, maradunk most a válasznál, vagy szeretnél az csináljuk? Összesen? Mi a javaslatod? Szerintem ez lenne, hogy a Norbival is csináltuk, jó, hogy okay, pontunként jó. Jó. A kerékpáros út mentén lévő nem működő lámpák, ez a Hajm, Pékség és a mondjuk a patak és a játszótér közti szakasz. Ez 2008-ban a kerékpárút építésénél projekt tartalom volt. Ezek azóta tönkrementek, és azokra is kértünk már be egy árajánlatot attól a szolgáltatótól, aki nekünk mindenhol csinálja a közvilágítási lámpákat. Vannak ilyen kisebb problémák, hogy nem vagyok műszaki ember, úgyhogy elnézést kérek, hogyha ezeket nem tudom megválaszolni pontosan, processzorok, vagy nem tudom, ezek már nem működnek, újakat kell venni, ami most meg lett cserélve, azt a Mikus cserélte, tulajdonképpen valami lapot vett bele, és akkor így úgy működött. Az új árajánlat pedig most egész pontosan nem emlékszem, vagy 3,5 millió, vagy 6,5 millió forint volt. Tehát erre is azt tudom mondani, hogy költségvetési tétel, lévén, hogy az elmúlt másfél évben erősen Covid volt, és be volt fogyasztva a költségvetés. Én ebben önmagamban nem mozogtam, és amikor most tavasszal, hogy úgy mondjam, egy kicsit felszabadul, levegőhöz jutottunk, akkor pedig nem ez volt a prioritás. Van rá árajánlatunk, majd lehet, hogy megkérlek, hogy a levelezésemben menj be, jó, az LC Energy-vel. És megnézzük az erre kapott árajánlatot. Itt most már kandelláber problémák is vannak, mert amik lámpatestek felkerülnének, azokat szabvány szerint, ha jól tudom, 7 méter magasra kell tenni, ahhoz kandellábereket is kell venni, tehát ez egy komolyabb beruházás lenne. Nem elodázni akarom ezt a kérdést, csak azt akarom mondani, hogy ez is egy többmilliós költségvetési tétel, amelyről nekünk döntenünk kell, és én továbbra is azt mondom, hogy most nem látom biztosan. Volt egy jó kialakult menetrend, rendszer, hogy hogyan jönnek az évek, stb. A Covid egy kicsit ebben is belemászott, nem tudom, hogy lesz-e iparűzési adónk, vagy hány százaléka lesz jövő március, mert tavaly is decemberben jelentették be, hogy ez most hirtelen eltűnik, aztán júniusban jött a kifizetések, kicsit kevesebb, tehát kicsit több bizonytalanságot érzek, mint amennyi egészséges lenne egy költségvetés várható megalkotásánál, úgyhogy az árajánlat megvan, és ezt napirendi pontra tudjuk tűzni, de szerintem ezzel is érdemes megvárni a költségvetést, mert ezt most nem tudom már megmondani. Jó, tehát, hogy úgy mondjam, a dologgal foglalkoztunk, de
a körülmények miatt nem jutottunk előre. Kőkereszt dűlőnek a 11-es főút, ezt behoztuk végül? Ma a tárgyalásra kerül, egy 1,3 milliós árajánlatot kaptunk úgy szintén az LC Energy-től, ott is napelemes megoldás lenne. Egyébként a Nagy Ákos képviselő úr valóban továbbítja ezt az ügyet, és elég sikeresen, úgyhogy itt van az árajánlat, erről ma nekünk dönteni kell. Kicsit vissza kell vágni ott a fákból, de mind a helye, mind a kandelláberek, mind a világító eszköz az megvolna. Úgyhogy egy lesz, vagy több? Azt hiszem, hogy három darabról van szó, de ez ma később majd, hogyha visszanézed a tévében, akkor majd láthatod, hogy ha jól tudom, három darab, Ákos? Igen. Jó, bocsánat, köszönöm szépen. És ennek van valamilyen megvalósítási tervezése, tehát hogy mikorra készül el körülbelül, tehát azt lehet tudni? Mindenképpen itt a téli időszakban készül el, mert a fákat úgy kell vissza, tehát most ebben az állapotában kell visszavágni, és ott azért a fiúknak lesz munkája. Kicsit túlnőttek ott a fák, bokrok, ott egy picit ritkítani kell, hogy naphoz jussanak a kandelláberek. Napra hát pontosan. Az évben ezt úgy kell értelmezni? Vagy télen, vagy... Vagy tavasszal bezárólag? Ez volt a... Bocsánat, közben a Brigi nekem itt előkereste ezt a levelezést. Ez mikori levelezés, Brigi? Hát ez már korábbi, 11. Ez egy korábbi. Mindjárt ezt megmondom, hogy mikori. Aztán 10 darab 20 wattos szolár LED lámpatest üzembe helyezés, ez a strand, az vállalási ár. 3 millió forint, bruttó 3 millió. És a meglévő oszlopra. Jó? Ott nincsenek oszlopok. Tessék? Ott nincs, nincs, oda kell. A kőkeresztnek az egyik jelentős tétele, hogy a kandellábereket kell, de csak egy kandellábert írtak bele, mert a másik kettő az már másik projektből itt maradt. Jó, és azt tudom, meg tudod nekem nézni, Brigi, hogy ez mikori levelezés volt? Mert ezt majd frissítenünk kell. Jó, szerintem most... Mondja, idei márciusi. Jó, az Ady Endre utcai híd utáni szakasz, tehát az Ady Endre utca hátsó szakasza. Azt akkor... Nem tudom, hogy ott hogy mennek a vezetékek, stb. Nyilván, hogyha minden másodikon van, akkor a köztelévőre lehet helyezni. Azonban azt továbbra is mondom, hogy ezek a pontok, ez általában, tehát haladás irányt mutató pontok, tehát hogy pontról pontra lehessen, nem feltétele általában az egész utca fényárba ússzon, de megvizsgáljuk, jó? Nekem ezzel semmi problémám nincs. Szoktunk lámpatesteket pluszba kihelyezni. Ezt annak idején még talán te vezetted, ugye? Hát volt egy pár, igen. 10-20 biztos, hogy volt. Jó? Szerintem mehet. Jó, rendben, menjünk tovább. Oké, a játszótér az itt egy olyan kérés, ami már itt Fogár Norbert által elhangzott, illetve örömmel hallottam, hogy akkor ez meg is valósult. Amikor én még egy-két hete jártam arra, akkor még ezt nem láttam. De akkor ez... Ennek örülök, ezt köszönöm, és annyiban hát tovább megtoldanám, hogy van-e arra esetleg mód, hogy a maga játszótérnek a bővítésére esetleg, nem tudom, még egy hinta, még egy valamilyen játék, tehát végülis, ha úgy veszük, jelenleg ez a településen az egyetlen olyan játszótér, ami tényleg használatban van, központi területen van, használják is a gyerekek. Szerintem érdemes bővíteni. Hallottam, hogy ugye van itt az óvodával szemben egy másik projekt, ez összefügghet, vagy ez a kettő összefügghet egymással. Az egy másik történet nyilván, ott az óvodával szemközti Erzsébet tér nevű park története. Én attól függetlenül esetleg, ha van rá mód, forrás, lehetőség, szándék, akarat, akkor szerintem még a Dunaparton az érdemes lenne egy valamit, bővítést eszközölni. Jó, én ezzel kapcsolatban azért nem tudok most választ adni, mert nekünk önmagában a Dunapartnak a karakterét kell, hogy kitaláljuk, hogy melyik tervet kövessük, vagy melyik tervnek a helyzetét tegyük oda be. A tervben elég sok minden szerepel, ahhoz pedig még azért több előkészítő munkát kell végezni. Úgyhogy én ezt most a játszótéri kérdés azt mondom, hogy fontos dolog, de nem jelen helyzetben nem a kivitelezésről tudunk, hanem inkább a tervezéséről és a legjobb elhelyezéséről.
és hát egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a belső térnek ugyanaz lesz-e majd a funkciója, de ezek itt vannak még előttünk, ezek a kérdések. Jó, a lényeg az, hogy melegen legyen tartva a téma. És ahogy a jegyző úr mondta, van beadva pályázatot a focipálya, ugye? A focipálynak a játszóterére adtunk be pályázatot. Szerintem mehetünk jó, tovább. Szerintem igen, mehetünk tovább. A negyedik ilyen pont, ez a javaslat a nagyközségi címmel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban 2020. október 7-én éltem egy határozati javaslattal. Nyilván azóta nem ez volt a legfontosabb kérdés, ezt nyilván megértem. Akkoriban a jegyző úrral abban maradtunk, inkább csak így szóban beszéltünk róla, hogy a más környéken lévő nagyközségeknek a jegyzőivel, illetve önkormányzataival egyeztet, illetve próbál tájékozódni, hogy van-e ennek olyan hozománya, következménye, ami esetleg nekünk nem lenne jó. Ha pedig nincsen, akkor javaslom ismét megfontolni a testületnek ennek a megvitatását, ha megvannak az érdemi információk, de ez a belső kérdésem az lenne, hogy sikerült-e. Aztán Lányfalu volt az egyik ilyen, amiről beszéltünk, és hát talán Tokod, vagy ugye? Hogy van ebben valamilyen információ azóta? Lányfaluval igen, egyeztettünk. Igazából, hogy mondjam, se előnyét, se hátrányát nem tudtuk a számbavétel során. Az jött ki, hogy se előnye, se hátránya. Röviden összefoglalva Tokod, de nem sikerült kapcsolatot teremteni. Jó, akkor ebben csak annyit mondanék ebben kapcsolatban, hogy tehát ugye annyi a törvény, amit, vagy a jogszabály, amit ebben lehetővé tesz, hogy azok a települések, amiknek 3000 főt meghaladja a lélekszáma, és ugye a képviselőtestület kezdeményezi, vagy határozatot hoz, az használhatja ugye ezt a címet, akkor most ugye megtudtuk, hogy hátránya nincsen, előnyét sem ismerjük egyelőre, igen. Ez tulajdonképpen egyfajta, mondjuk így, én úgy fogalmaznék, hogy ez egyfajta, talán egy ilyen presztízs cím. Lányfalu használja, a testület eldöntheti, hogy kívánja vele foglalkozni, vagy nem. Én javasolnám újra a figyelmetekbe, hogy gondoljátok, akkor legyen egyszer egy napi rendi pont, akár lehet, hogy egy január 1, ez egy alkalmas, ha van támogatás a dolognak, akkor egy január 1 az egy alkalmas választóvonal lehet, ne. Amennyiben így gondolja a testület. Ötös pont. Szintén egy javaslaton volt. Javaslat településképi homokzatok kerítése, kőkapuk felújításának önkormányzati támogatására. Ezt 2020.12.4-én tettem ezt a javaslatot. Ezt, ha megengeditek, ezt most azért felolvasnám. Nem, ígérem, nem fogok mindent felolvasni szó szerint, betű szerint. De ezt a polgármester úrral hasonlóan én is fontosnak tartom a településképnek, az arculatának a javítását, szépítését, és ebben látnék olyan eszközöket, amelyek nem csak a büntetés, hanem illetve nem csak az arculati kézikönyv, több eszköz van a település arculati kézikönyv, van ugye most már lehetett hallani szabályszegés esetén büntetésről is. Én a pozitív megközelítést szeretném előtérbe helyezni, aminek szomszéd településeken van példája, és szerintem egészen jó eredményeket is értek el szemmel láthatóan. Kisoroszit hoznám föl példának, és akkor engedjétek meg, hogy ezen gyorsan igyekszem gyorsan átolvasni. Településkép igen fontos dolog. Ennek megőrzése, javítása érdekében készült el egyebek mellett a település arculati kézikönyv, illetve ezért van települési főépítészünk is. Vannak elvárások, követelmények homlokzatokkal, nyílászárókkal, kerítésekkel is kapcsolatban. Egy-egy felújítás, korszerűsítés esetén. Hogy egy konkrét példát említsek, a Kossuth Lajos utcán, vagy az úgynevezett klasszikus bogdányi település központban a fehér műanyag nyílászárók helyett a fa nyílászárók vannak preferálva, mert ez esztétikusabb és jobban is illik a településképbe. Ez érthető. Igen ám, de ezeknek az előírásoknak költségvonzata is van az ingatlan tulajdonosára nézve. Az előírások esetenként bizony többet költséget jelentenek.
Több erre vonatkozó kritikát kellett már meghallgatnom, ugye most visszautolok csak még a képviselői létemre. Az önkormányzat előírja a drágább és esztétikusabb megoldást, de a többletköltségekhez már nem jár hozzá, azt az ingatlan tulajdonosnak kell viselni. Emellett több olyan homlokzat, kerítés vagy éppen kőkapu van a településközpontban, amelyek felújításába bele sem kezdenek az ingatlan tulajdonosok, talán éppen a várható költségvonzata miatt. Viszont felújításuk előmozdítása jótékony hatással lenne a településkép egészére, mert annyira szembeötlő helyen helyezkednek el. Ezzel kapcsolatban a következő indítványt szeretném megtenni. A 2021. évi költségvetés összeállításánál, nyilván ez most már legfeljebb 22-ről beszélhetünk, javasolnék betervezni, illetve célzottan elkülöníteni egy kisebb pályázati keretösszeget, zárójel 0,5 kötőjel 1 millió forint, arra a célra, hogy a település központban történő homlokzat, nyílászáró, kerítés, kőkapu felújításokhoz ebből a keretből járuljon hozzá az önkormányzat, amennyiben a pályázat megfelel a tagban szereplő és a főépítész által jóváhagyott elveknek és előírásoknak. A keretrendszer kidolgozását, az igények elbírálását és a támogatási összeg megítélését a pénzügyi, településfejlesztés és környezetvédelmi bizottságra, valamint a főépítészre javasolnám bízni. A fentihez hasonló példát találtam Kisoroszban, ahol az utóbbi években nagyon szépen és egységesen újult meg több homlokzat is az Ófaluban. Itt van egy hivatkozás, egy internetes hivatkozás, hogy hol tudnak a kisoroszaiak pályázni erre a ottani pályázati keretre. Kérem az indítvány megtárgyalását, illetve napirendi tűzését, ha majd lehet, és lehetőség szerint itt támogatását. Úgy gondolom, hogy ha az önkormányzatnak fontos a településkép, már pedig igen, akkor egy ilyen nagyságrendű támogatással hozzá is járulhat egy fontos cél eléréséhez. Itt ugye a kérdésem az lenne, hogy akkor ez volt esetleg tárgyalva, ha igen, mi lett az eredménye, vagy ha nem, akkor tervezi a testület, vagy éppen nem tervezi, vagy ez még egy függőben lévő ügy. Informálisan volt tárgyalva, nem tudom, a képviselőtestület tagja emlékeznek itt a közelmúltban, egy ingatlant saját kérésre védelem alá helyeztek. Én akkor mondtam azt, hogy most van az a pillanat, ahol én el tudom képzelni, hogy valamilyen módon mi bárkinek támogatást adjunk a felújításnál. Nem ment tovább, az én javaslatom nagyjából az lenne, hogy igen, akkor védelem alá helyezését kérjük az ingatlannak, tehát ehhez valamit a tulajdonosnak is tulajdonképpen be kell tolnia, és akkor tudom elképzelni, hogy egy homlokzatban segítünk. Egyébként az elbírálását, hogy ki hogy jut hozzá ehhez a támogatáshoz, én ezt nem látom tisztázottnak, ezért a magam részéről nem is tudtam ebbe tovább menni. Amikor ez a felajánlás megtörtént, akkor mondtam azt, hogy így tudom elképzelni, hogy az önkormányzat valamiben beleszálljon, védelem alá kell helyeztetni, és akkor azt gondolom, hogy könnyebben megítélhető a pénz. Az, hogy valakinek úgy a magántulajdonán mi valamekkora összeggel segítsünk, javítsunk. Én ezt értem, csak a helyes elbírálását nem látom szabályozva. De azt gondolom, ez egy komoly és egyértelmű üzenet is lenne, meg feltétel is lenne, hogyha ezt valaki meglépi, hogy akkor azt védelem alá helyezi ezt a házat. Akkor mi is biztosak vagyunk benne, hogy jövő héten nem adja el másfélszoros áron a házat, mert nyilvánvalóan ez a homlokzatoknak nem csak arról van szó, hogy 100 000 forinttal többe kerül egy olyan homlokzat, amit mi kérünk, hanem az bizony az ingatlant is növeli, és mi pedig ilyen, hogy is mondjam, üzleti célra nem kívánunk beleszállni, hogy mi egy jó 15-20%-kal emeljük hanem 30%-kal az ingatlannak az értékét, aztán majd továbbadják. És akkor a következő tulajdonos meg valamit kezdeni kíván vele. Szóval ezek a felvetések, értem, jók, kicsit messzire vezetnek. Én továbbra is azt kérem minden lakostól, hogyha bármilyen felújításba kezd, akkor a települési arculati kézikönyvet forgassa, illetve a településnek a főépítészével beszéljen, hogy kapjon szakmai segítséget a felújításához.
de szívesen tárgyalom. Az én jelenlegi tudásom alapján ezzel tudnám támogatni. Én azt javasolnám, hogy nem kell mindig ugye, hogy is szokták mondani, hogy a meleg vizet föltalálni, tehát lehet érdemes lenne megnézni, hogy ott a Kisoroszlyban hogyan, mi ennek a módja, mert ott látszik, hogy nem mondom, hogy évente többször járok arra, de még egyéb egyszer biztos, és szemmel látható, mondjuk az elmúlt mondjuk 5-10 év között nagy vonalakban mondom, hogy nagyon szépen megújult az a Ófalú, a Főutca része. Nem tudom, hogy hogy csinálták, érdemes tanulmányozni szerintem a jó példákat. Ad abszurdum, ugye, még arról is beszélgettünk itt korábban, hogy jól lenne megakadályozni, hogy Gergely polgármester úr mondta, hogy lömösödést, vagy nem is tudom milyen szó, de emlékszem erre, mert ebben mondjam, nagyon egyetértek ebben a kérdésben, hogy tulajdonképpen, hogyha egy viszonylag nem egy olyan nagy keret tudja dinamizálni akár a, nem csak a homlokzatokat, itt beszéltünk kőkapukról, padokról, kerítésekről, sok minden másról, és azért azt hozzáteszem, hogy nyilván én úgy gondolom, hogy csak a belső részekre vonatkozhatna ez, tehát itt a most nem akarom kitalálni előre, de mondjuk a főutcának, nem tudom én, a Patak és a Petőfi Sándor utca, vagy a Árpád utca közötti szakasza, Petőfi Sándor utca, József Attila utca, tehát ez a nyilván ez a magra értendő, és mondjuk nem a Fácános utcára, vagy a Erzsébet királynéra. Én azt javasolnám, hogy nyilván ezt nem most kell eldönteni, csak szeretném újra ezt is felmelegíteni, hogy esetleg a képviselő urak és hölgyek van ezzel kapcsolatban gondolatuk, akkor egy napi rendre lenne tűzve, akkor érdemes lenne vagy egy bizottsági ülés keretében újra tárgyalni erről, vagy egyáltalán tárgyalni róla, ha még nem volt. Szerintem érdemes lenne. Jó, akkor a következő 6. pont lenne a Leutenbachtól ajándékba kapott Kerher típusú utcaseprő autó. És ennek a kérdés. Ez nagyon sokszor felvetettem, nem kerestem ki az e-maileket, meg a leveleket. Utolsó, ami emlékeimben megvan, amikor a 18-ban Leutenbachban voltunk, és a Kerher gyárban volt a gyárlátogatás, nagyon érdekes volt. Utána az volt az utolsó, amikor ez újra előkerült. Én azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ha van egy ilyen, egyáltalán megvan-e még ez a jármű. Én úgy tudom, hogy még megvan, de látni nem láttam már régóta, hogyha megvan, akkor ez használható, lehet-e ezt használhatóvá tenni, ha most nem használható, van-e valami akadálya, hogy ez elinduljon, ez szerintem alsó hangon 6-8 éve itt van Dunabogdányban, de lehet, hogy csak már az előző ciklus elején itt volt, az biztos, de szerintem még korábban, ez egy viszonylag régi történet. Az is lehet egy válasz, hogy ez már elavult, nem működik, működésképtelen, nem kaptuk, vagy közben lett működésképtelen, vagy nem lejavítható, bármi el lett adva. Én nagyon örültem, amikor ezt kaptuk, és nagyon jó volt látni, amikor a Kerher gyárban ilyeneket láttunk, és én nagyon nagy örömmel látnám, hogyha ez a gép el tudna indulni faluban is. Természetesen tudom, hogy ez olyan utca is kell, olyan kialakítás, hogy legyen szegély. Azt is tudom, hogy ilyen vastag 5-10 centis hordalékokat nem tud. Nem az a funkciója, nem is ilyenre gondolok, de viszonylag, ha az új utcák, amik elkészültek, vagy itt a Kiscuki köz, vagy a József Attila utca, vagy ott rengeteg hordalék szokott lenni, hogyha ez viszonylag valamilyen időközönként végigmenne, nem mondok nagy számot, évente kétszer, háromszor szerintem nagyon sokat lendítene az ügyön, illetve tudom, hogy a közút, illetve a 11-es főút az nem önkormányzati tulajdonú és kezelésű, hanem magyar közutas. Leveleztem is velük idén is, hogy jöjjenek és végezzék el a takarítást. Azt mondták, hogy kijöttek. Megmondom őszintén, én nem nagyon láttam a nagy különbséget, de lehet, hogy az én szememben van a hiba. Egyszer voltak én, ez biztos, akkor még beszélgettem is velük, de utána, mintha valami történt, mondjuk úgy, de nem az igazi. De ha mondjuk ők egyszer egy évben kijönnek, és tényleg rá lehet őket szorítani, és ez a kis autó is végigmegy mondjuk még egyszer, akkor mondjuk nem lesznek ilyen fél méteres gazok mondjuk az út mentén a patka mellett, és megint egy településképhez egy hozzájárulás lenne. Különösen, hogy egyébként itt áll ezek szerint ez a jármű a garázsba, vagy nem tudom én hol, hogy még megboldogult Rudinak is mondtam már, hogy indítsátok már el, és akkor valamit csináltak is vele, de azóta valahogy pusztába kiáltott szó volt a dolog.
Tehát, hogy erről mit lehet tudni erről a járműről? A járműről azt lehet tudni, hogy jelenleg ez a Biatorbágyi szerelőműhelyben van, mert van valami probléma, nem értek hozzá, amit a fiúk nem tudtak megoldani. Jelenleg azt látjuk, hogy ezzel a géppel nagyjából olyan területet lehet tisztán tartani, mint a kis cuki köz, meg az iskolának a belső udvar, ahol olyan kialakítású a felület, ahol, hogy is mondjam, ez egy luxus eszköz, amit kaptunk. A fiúk dolgoznak rajta, de a felhasználása az elég szűk területet érint. Úgyhogy nagyjából azt tudom mondani, hogy nagyon jó lenne, hogyha olyan állapotúak lennének a járdáink, meg az utaink, hogy csak ezzel kelljen végig menni rajtuk. Tehát megvan, tulajdonban van, szerelik, próbálgatják, de tulajdonképpen erre az általunk újonnan megcsinált utakra alkalmazható csak. Egy klasszikus magyar vagy bogdányi járdát, az neki már kicsit komoly feladat. Én azért javasolnám, hogy a József Attila utcán, hogy ott rengeteg, ott érdemes lenne használni, ott még van is szegély egyébként. Nem a felőszakadás után, mert az egyértelmű, hogy az bobkettes kategória, hanem úgy általában. Én sokszor látom, hogy vannak ott szorgalmas lakók, akik összesöprik egy kupacba, és akkor jönnek az autók, és szétholdják, és tulajdonképpen hiába való a munkájuk. Sok esetben, nem minden esetben, de sok esetben. Tehát ezt is, nem tudom, javasolnám a testületnek, hogy esetleg ezt akár a főúton használni, még annak ellenére is, hogy magyar közutas, nem önkormányzati fenntartású, de hát mégis mi vagyunk itt, mi lakunk itt, mi nézzük ezeket a hordalék szigeteket adott esetben. Jó, nem, csak annyit, hogy akkor majd egyeztessetek róla a tetszés szerint. Következő kérdés lenne a polgármesteri határozatok sorszámozásának a kérdése. Itt egy képet is mellékeltem a ponthoz. Honlapot néztem. Viszonylag rendszeres nézője vagyok a honlapnak, meg használója, és azt tűnt föl, hogy a 2020-as évben a 27-es polgármesteri határozatán a 96-os következik szám szerint. Ezt szeretném megkérdezni a elsősorban jegyző urat, hogy ez valamilyen speciális számozás. Kimaradt itt olyan 70 határozat, vagy maga a számozás hibás? Speciális helyzet volt. Ugye tavaly március 11-én, ha jól emlékszem, 12-én ugye rendelt el az országos, a Magyarország kormány ugye veszélyhelyzetet, és ugye akkor a katasztrófavédelmi törvény rendelkezései alapján ugye a képviselőtestület hatáskörét a polgármester gyakorolta. Akkor hát szerintem az önkormányzatok nagy része újra kezdte a határozatainak a számozását, és ez tartott 26-ig. Akkor nyáron ugye megszűnt a veszélyhelyzet. Újra működött a képviselőtestület egészen november elejéig. Hát a hiányzó számok azok a képviselőtestületnek a határozat jegyzőkönyvében találhatók határozatként. Tekintettel arra, hogy közben BM kormányhivatal állásfoglalás megszületett, hogy a polgármesteri hatáskörben meghozott határozatokat, testületi határozatokkal egy szinten kell kezelni, számozás szempontjából is, tehát folytatólagosan kell a rendeleteket is, határozatokat is számozni, ezért aztán a 28-tól 95-ig az a testületi jegyzőkönyvek határozatai, és novemberben ugye újra elrendelték a veszélyhelyzetet, onnan jött a 96-ostól újra a polgármesteri hatáskör gyakorlás. Ugyanez a helyzet egyébként a nemzetiségi jegyzőkönyvek esetében is. Akkor ez tulajdonképpen csak egy speciális számozás. Így, szóval minden határozat így akkor elérhető a honlapon.
A kettő között, azok akkor a testületi jegyzőkönyvekben és ott is számozva vannak a határozatok? Ott ugyanúgy folyamatos sorszámozásai. Jó, köszönöm. Ezt kérdezték tőlem, de én sem tudtam el válaszolni, mondtam, hogy kiváló alkalom. Megkérdezem. Akkor még mindig itt kicsit a honlapnál ragadnék le. Itt az új honlap adatfeltöltésével kapcsolatos észrevételek. 2021. április 19-én írtam az első levelet ebben, én észrevételeket tettem. Több minden előrelépés azóta már történt is a honlapon. Annyit fűznék itt most hozzá, hogy a Bogdányi híradókkal volt kapcsolatban akkori hiányos feltöltéseben, már történtek azóta több évnek is a feltöltése megtörtént. Itt annyit szeretnék kérni, hogy miután szerintem a régi honlapon még ennél régebbi iradók is fenn voltak, ezt szeretném kérni a feltöltésnek a folytatását. Az ideális az lenne talán, hogyha az összes felkerületne, tudom, nagy munka, de legalább valamilyen ütemezetten hát az lenne talán a minimum, hogy amik a régi zöld honlapon fenn voltak, azok felkerüljenek az újra is. Nekem számomra ideális az lenne, hogyha ugye minél tovább az időben visszamenne. Ez olyan dolog miatt is szeretném kérni, hogy mint tudjátok, szoktam az újságba írni, vagy régebben írtam különböző témákban, és akkor ez nekem nagy segítséget szokott jelenteni. Akár helytörténeti, akár közéleti ügyekben, hogy vissza lehet keresni a település honlapján az újságokat. Ugyanezzel kapcsolatban a jegyzőkönyvekkel is volt észrevételem, hogy a jegyzőkönyvek is kerüljenek minél távolabb időre visszanézve feltöltve. Ezek most én megnéztem, ezek mai nap 2011. október 3-áig vannak feltöltve. Ez pont az előző ciklusnak az első ülése, ha jól emlékszem. Itt szintén ugyanez lenne a kérésem, hogy látszik, hogy lett több, vagy itt ebben is van előrelépés, hogy hasonlóan a Bogdány iradóhoz, hogyha van rá mód, lehetőség, kapacitás, ütemezés, nem tudom mi, hogy akkor lehetőleg még visszamenőleg kerüljenek fel, meg tárhely persze. Ennek szintén hasonló célja lehet, hogy az ember, tudom, hogy nem sok olyan ember van, aki ezekbe visszamenőleg nézelődik, de talán van néhány ember, még akár itt a teremben is. És én is közéjük tartozom, és akkor ezt szintén szeretném kérni. Illetve a harmadik, ugyanebben a témakörben az volt, amikor kértem, hogy az önkormányzati képviselőknek az elérhetősége kerüljön fel a honlapra nyilvánosan. Ezt láttam, hogy azóta megvalósult. Láttam, egységes e-mail címek elkészültek. Úgyhogy ezt szeretném megköszönni ebben az előrelépést, vagy ebben is az előrelépést, és az lenne még a kérdésem, hogy a jegyzőkönyveket az ülést számít, hogy milyen időtartamon belül kell feltölteni. Most körülbelül a szeptember 13-a jegyzőkönyvet láttam ma, hogy ez van erre valamilyen szabályozás, vagy nyilván a kormány ablaknak, vagy kormányhivatalnak pontosabban oda talán egy hamarabb kell elküldeni, hogy van erre valamilyen eljárásrend, vagy... Általánosságban a következő kérdést ismét látom. Gyakorlatilag most az új honlap kapcsán az volt a rendező elv, hogy a 14-es ciklustól kezdődően minden legyen elérhető. Aztán ha azon odáig eljutunk, akkor nézzük meg, hogy hogyan tovább. Azt gondolom, hogy itt már egész jól állunk. A honlap, a jegyzőkönyvek, Bogdányi iradók ott vannak eddig az időpontig. Testületi tagok elérhetősége szintén. Testületi jegyzőkönyvek cél az, hogy 30 napon belül a honlapon is olvasható legyen. Most itt azért a nyári időszak, a Covid helyzet után, ugye, amikor a testületek újra tudtak indulni, ez egy sűrűbb testületi bizottsági munkát adott. Úgyhogy ennek az oka a megcsúszás, nem a honlap működtetőinél volt ez a nem ott merült fel ez az ok, de bízom abban, hogy novemberbe visszaállunk, ez a cél, és onnantól számít, hogy gyakorlatilag a honlapon is 30 napon belül olvashatók lesznek a nyílt ülés jegyzőkönyvei. És dolgozunk azon, hogy az előterjesztéseket első körben a testületi tagok részére egy honlapon keresztül kialakított felületen tudjuk feltölteni, és ott érhessék el.
És aztán ott is egy második lépcsős fejlesztés vagy vizsgálat lenne az, hogy egyébként a nyílt ülések előterjesztéseit egy ilyen, hogy mondjam, vendéghozzáféréssel lakosság is elérhesse. Ez már a következő. Ez már a következő kérdés, igen. Válasza, igen, azt gondolom összefügg, mert ez mind a honlapot érinti. Igen. Tehát akkor tulajdonképpen erre nincsen jogszabályi korlátja annak, hogy a nyílt üléseknek a dokumentumai, a meghívóval egy időben mondjuk a honlapra is fölkerülnek. Én ezt Visegrádon láttam, ott már így csinálják, nem tudom mióta, de ott böngésztem. Az új honlap működik azóta. Jó, ez én azt gondolom, hogy ez egy fontos előrelépés lenne, illetve amit szintén mondjuk így megköszönnék a jegyző úrnak, hogy ugye, hogy most már az új honlap elindulása óta eltelt időben ugye a meghívók is előre fölkerülnek a honlapra, így akkor a érdeklődő polgárok, lakosságok némileg előre is láthatnak, hogy mik lesznek a napirendi pontok. Ezért azért fontos szerintem, mert lehetnek olyan pontok, amik egyébként érintik őket, vagy érdeklik őket, akár esetleg még a képviselőket is elérnék az ügyben, kérdezzének, vagy mondanának, javasolnának valamit. Ezek szerintem fontos előrelépés lenne. Jó, akkor erre köszönöm a választ, szerintem mehetünk is a következőre. 10-es gazdasági program 2019-2024. Hát ennél többet, illetve a Hidas András képviselő úron kívül biztos, hogy ezt ő szokta legtöbbször emlegetni. Én most csak annyit szeretnék megkérdezni ezzel kapcsolatban, miután az előző ciklus kidolgozásában elég, azt gondolom, kellő szerénységgel, hogy elég aktívan vettem benne részt, és még ennek a ciklusnak az elején is az első meghallgatásokon még részt vettem, illetve tettem is javaslatokat. Ezt összeállító megbízott vállalkozó cégnek, most hirtelen nevük nem jut eszembe, de talán Vég Bálint volt az úr neve, emlékeim szerint. Viszont megnéztem a honlapon, ott egy olyan változatot látok, ami nyilván összefügg a pandémiával, amit a polgármester úr készített. Ott én olyan mondatokat láttam, amik ilyen egyes szám első személyben voltak, vagy több olyan mondat volt. Tehát ebből arra következtettem, hogy ez még nem az a gazdasági program, ami a pandémia által akadályoztatott képviselőtestület hozott össze, és talán fogadott el. Igazából itt a kérdésem arra vonatkozna, hogy ez a munka folyik-e a gazdasági programnak a kidolgozása, ami a egész testületet érinti, illetve a testület által is elfogadott, megszavazott, jóváhagyott program lesz-e, van-e? Vagy erre a ciklusra ez a program, ami most van fönt a honlapon? A gazdasági programnak több része volt, aminek az egyik része voltál te is, aztán civilek, gazdasági szereplők, és az anyag az elkészült. Engem most egy picit meglep, hogy ez nincs fönn a honlapon. Azonnal van fönt egy, de azt szerintem az, amit még te készítettél a pandémia alatt, vagy legalábbis én úgy az egy, az egy olyan anyag, amit kérnek tőlünk mindig a ciklus elején, amit én ugyanúgy 14-ben is megírtam, illetve 15-be kellett, ugye? Igen, hát fél éven. Tehát fél éven belül kell, 15 márciusában is megírtam, és megírtam 19 márciusában is, nyilván akkor viszont, illetve 20 márciusában, akkor viszont már a Covid közepén volt, vagy legelején voltunk, zárva mindennel. Azóta elkészült az erre a ciklusra tervezett új anyag, mint ahogy 15-ben is én javasoltam, hogy csináljunk egy ilyet, ezt 19-ben is előhoztam. Én a magam részéről forgatom, csak arra már nem volt se időm, se energiám, hogy ezt most ellenőrizzem, hogy a honlapon fönn van, de akkor még írt fel, légy szíves, jó, és akkor feltöltjük. Aminek az elején részt vettél, az elkészült, igen. Jó? De ezt elfogadta a testük? Tehát ez egy ilyen elfogadott, kidolgozott pont van a végén, vagy ez még valahol munkafolyamatban van, vagy ezt hogy elképzelni? Tudom, hogy akkor is szavaztunk róla. Ezt elfogadta a testület, igen. Mikor fogadta el a testület? Nem tudom, Józsi.
Hát én nem tárgyalt ezt a testület, azóta nem tárgyalta. Nem, hogy elfogadta volna, azóta nem foglalkozott a testület. Akkor valami dokumentumot szeretnék látni, jó? Jó. Bocsánat, megkérdezem többi képviselőt, hogy emlékeznek arra, hogy elfogadtunk egy ilyet? Én emlékszem rá, volt egy, most pont keresem, volt egy rendelet, vagy határozat, amiben a cégnek, tehát elfogadtuk a teljesítését, és ezzel elfogadtuk a gazdasági programot. A teljesítését fogadtuk el, hogy ne dolgozzon rajta többet. A teljesítését fogadtuk el. Magában a szerződés ugye egy anyagnak a kidolgozásáról szólt, amivel azt gondolom, hogy a teljesítésével párhuzamosan elfogadtuk az anyagot is. Jó. Balázs, neked pedig akkor, majd megnézzük a honlapon, de engem meglep, hogy ez nincs fönn. Na mindegy, az én írásom az egy tulajdonképpen egy ilyen fedő írás, és várjuk a kidolgozást a cégen keresztül. Jó? De akkor most úgy kell értelmeznem, hogy akkor van egy ilyen, csak nincs a honlapon. Van. Jóvá is van hagyva. Így van, van. Van róla a határozati javaslat. Bocsánat, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én kértem, hogy ne fizessük több pénzt rá, mert innentől kezdve ez a testületnek a dolga. Június 2021. június 28-ai ülésen a jegyzőkönyvben szerepel az 56/2021-es határozat. Ebben dönt a képviselőtestület arról, hogy a Vanin által összeállított Modon Bogdány község önkormányzat gazdaságfejlesztési stratégia 2021-2025 tanulmányt elfogadja és megbízza a polgármestert a teljesítési igazolás aláírására. Egy szavazat? Igen. Egy hangon? Hat igen szavazattal. Igen, én javasoltam, ott fölmerült, hogy esetleg folytassuk a megbízását, és akkor mondtam, hogy ne folytassuk, mert ő már elvégezte a dolgát. Ez innentől kezdve a testület dolga. Megkérdezem a tagokat, hogy mennyi dolgoztak ezen. Egyáltalán olvasták-e? Micsodán? Hát amiről beszélgetünk. Én olvastam, és nagyon sokszor elő is szoktam venni, és egyébként köszönöm a javaslatodat, mert mondtad, hogy ragasztam a hűtőre, nem ragasztottam ki, viszont kinyomtattam, és azóta is mindig itt van nálam. Úgyhogy én ezt elolvastam, és tudok is belőle idézni, hogyha szükséges. Én ezt teljesen elfogadottnak érzem, és azt gondolom, hogy ezt a lehetőségekhez képest körüljártuk, és ahogy ezt a tanácsadó cég az ő stratégiája alapján elkészíteni gondoltam, annak a mentén hozzájárultunk a gondolatainkkal, és ő elkészítette, amiben benne vannak azok a legfontosabb stratégiai dolgok, amiket én személy szerint abszolút egyetértek, és jónak is találom. Én 27 oldalt írtam hozzá az anyaghoz. Nem látom sem abban az anyagban, sem pedig az, hogy bárki reflektált volna arra szerint 27 oldalra. Hát most azért, mert 25 oldalt írtál, az nem feltétlenül kell, hogy a cég belevegye ebbe az anyagba. Az, hogy nem reflektált rá senki, az pedig az egy másik kérdés. De az anyagban nem fért bele, vagy nem került bele ezt a céget, hogy mondjam, vagy olyan információ, nem tudom, tehát ők ezt nem rakták bele. Ennyi. Jó, Balázsnak a válaszom az, hogy van erre ki dolgozott és jóváhagyott anyag, és leellenőrizzük, hogy a honlapon fönn van-e, ha nincs, akkor azt pedig fölrakjuk, jó? Szerintem mehetünk tovább, Balázs, hogyha... Jó, annyi akkor én kiegészítésképpen, hogy akkor a honlapon lehet kérni, hogy akkor tényleg a ezeknek volt június 28-án határozat, hogy akkor az ott valahogy ott kerüljön feltüntetésre, hogyha valaki keresi, megtalálja. Jó, köszönöm. A következő lenne az önkormányzati rendészet, vagy rendőrség, nem tudom, és nem pontos megnevezése. Hát így kicsit közelebb jövök, így. A 2021. július 19-i képviselőtestület ülés napirendi pontja volt, 6-os pont volt egyébként, a feladatellátási szerződés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy lehet, hogy elkerült a figyelmemet, nem tudom, nem én se mindent leveszek észre, de igyekszem. Szóval a kérdésem az lenne, hogy van-e már megkötött szerződés, működik-e a településenkön ez a rendészet, ha igen, mióta, heti hány órát vannak jelen a településen, mennyi fővel, illetve milyen számon lehet őket elérni, hívni, ha nem, akkor várható, mikor fog ez működni.
A döntés megszületett, a szerződést aláírtuk. Ugye ott három oldalon a szerződés, tehát az önkormányzat és a Szentendrei rendészet mellett ugye a fenntartójuknak, a Szentendrei önkormányzatnak is a jóváhagyása szükséges, de ez is megvan. Működnek, megkezdték a szolgálatot. Azt tudom mondani, hogy a szerződés szerint átlagban a 3 óra a munkavégzés ideje. Per nap, vagy? Nem. Nem. Ez a havi óra keretük. Nem, heti óra heti. Keretük, bocsánat, heti óra keretük. Hetente 3 óra? Igen. És ez per fő, vagy ilyen járőrpár? Ez szolgálatot jelent, 3 óra szolgálatot jelent helyszínen. Nyilván ez párt jelent és gépjárművel. Egyelőre még olyan száma, amint közvetlenül lehet hozzájuk fordulni, az még nincsen, de már jelezték, hogy ezt meg fogják küldeni, és akkor közzétesszük ezt is. Egyelőre a bejelentés az önkormányzaton keresztül működhet feléjük. És hétvégén? Ebben van hétvégi szolgálat is, vagy hétköznapi szolgálat is, vagy és. Nyilván a frekventáltabb időben lesz majd olyan, amikor fogunk kérni olyat, hogy mikor legyen szolgálat. Értem, de hogyan jelentik be, hogyha hétvégén a hivatalban nincs senki? Vagy van valamilyen forró drót? E-mailen. Azt mondom, hogy ez meg fog jelenni most már közeljövőben, közel állunk hozzá, hogy olyan számot, telefonszámos, telefonos elérhetőséget adjanak, amin közvetlenül tudják fogadni a bejelentéseket. Egyébként rajtam keresztül már többször hívtuk ki őket, tehát vannak. Voltak hétvégén is már bejelentések, amire tudtak reagálni egyébként. Többnyire, és itt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy a Dorombia Televíziót csinált az igazgató helyettes úrral egy interjút, ami hamarosan bízom benne, hogy fölkerül a honlapra és a Facebookra, mármint a Dorombia honlapjára és a mi Facebook oldalunkra. Jó? Jó, akkor... Nem kötött, tehát ez egy ilyen rugalmas, ha többször hívjuk őket, akkor ezeket, akkor több órát, ezek nyilván az időpontokat most jelenleg nem adjuk meg, feltérképezik a falut, többször közbeléptek már, segítettek nekünk nagyon jól, úgyhogy nekem eddig pozitív, lesz velük találkozó, beszámoló, egyeztetés, többek között itt a következő pontodra is, ami a közösségi együttélés szabályaira is vonatkozik. Oda is kértük már a tapasztalatokat, hogy írják, és tudjuk majd velük egyeztetni. Jó, de akkor nem lövöm le a poént, 12. Jó. Pont. Tehát akkor van rendészet, működik már heti 3, és lesz valamilyen szám feléjük, és jelenleg akkor a hivatalon, illetve munkaidőn túl, akkor a polgármesteron keresztül. Így van. Vagy valamelyik képviselőn keresztül? Valamelyik képviselőn keresztül. Jó, köszönöm. Jó, szépen. De mire ez az anyag kimegy, lehet, hogy addigra már megkapjuk a központi számokat is, ügyeleti számot. Jó, köszönöm szépen. Akkor ugranik a következőre, a közösségi együttélés szabályai kiadvány. Ez egy, hát mondjuk így egy kicsi szívügyem volt. 2017. február 3-án, idestóval 4 éve, közel 4 éve tettem erre egy javaslatot, hogy készítsünk egy ilyet. Kaptam is talán tavasszal a polgármester úrtól 2 vagy 3 ilyen minta, az igazából inkább csak formai minták voltak, én a tartalmi mintákat ott még nem nagyon láttam benne, illetve hát a magam részéről igyekeztem nem csak kérni, hanem hozzá is tenni, hogy amit tudtam, azt én összegyűjtöttem, illetve be továbbra is nyitott vagyok, és ha kell, partnerként szívesen bedolgozok, amiben tudok. De azóta én nem hallottam erről, és kicsit, megmondom őszintén, egy kicsit olyan 4 év távlatából nekem, nem tudom, hogy a kérdőjelek vannak bennem, hogy ez mennyire komoly, hogy lesz ebből még valami, vagy engedjem el, és inkább valamilyen civil alapon szerkeztem össze, mert hát 4 év az egy gyerek életében is hosszú idő, amúgy egy ilyen kiadványéba. Tehát erről van-e valamilyen, esetleg van-e remény arra, hogy esetleg január 1-től, mert nyilván mindig egy valamilyen forduló dátumhoz érdemes kötni. Mikrofon? Ja, bocsánat. Előtte nem volt kevés? Nem. Jó, rendben. Kijöttem a gyakorlatba. Tehát ugye erre valami konkrétumot lehet tudni, hogy lesz ez, mi hol tart, lesz ebből még mondjuk
most teszem azt január, 2022. január 1, vagy tavasza, vagy az adózási évhez képest, vagy mert megmondom őszintén, a 4 év alatt azt kicsit soknak gondolom, meg rengeteg levelezés volt benne. Tudom, hogy nem egy, ennél vannak fontosabb kérdések is, meg ez egy ilyen kicsit ilyen luxus, ahogy a polgármester mondta, de én ezt fontosnak tartom, láttam más településeken van. Én úgy gondolom, hogyha most már tényleg áldozunk arra, hogy betartassunk helyi jogszabályokat, rendeleteket, akkor érdemes, hogyha egyébként tájékoztatjuk is egy kicsit jobban a lakosságot, hiszen azért lássuk be, hogy kevesen vannak azok, akik honlapon elkezdik böngészni a különböző jogszabályokat, rendeleteket, visszapörgetik, megnézik különböző paragrafusokat, pontokat, ott mi szerepel benne. Meg egy csomó dolog van, ami nem paragrafus kérdése, az iskolai fönti street fitness, a sportpálya használatának a lehetősége, a játszótérnek a nem tudom, házi rendje, és ugye itt rengeteg mindent lehetne még felhozni, amit szerintem ott érdemes lenne tisztába tenni, mert nem, hát bizonytalanok benne az emberek szerintem használatában. Tehát, hogy ebben van valamilyen, mit lehet erről tudni, ennek a tervezett jövővel kapcsolatosan van-e valami, bármilyen konkrétum? Erről azt lehet tudni, hogy még az internetes térben ugye, ott volt egy ilyen egyeztetés a Takács Viktóriával, úgy szintén akinek a Bogdányi Híradónak az új arculatát kértem, adjon rá ajánlatot és tervezést, hogy ők bemutatták a képviselőtestületnek azt az anyagot, tehát ez valahol február-március környékén lehetett. Hogy őszinte legyek, azóta nem, én a magam részéről ezzel az ügyen nem foglalkoztam. Volt óvodától kezdve útfelújításon keresztül minden. Tehát a lényeg az, hogy egy alapkoncepció az elkészült erről az anyaggal kapcsolatosan. Nekem, illetve a hivatalnak itt még feladatai lesznek, mert azok a pontok, ha jól emlékszem, 9 pontot szedtél össze. Talán több is volt, hogy sok oldal. Most valamiért 9 van, én azt mondtam, hogy azt bővítsük ki. És az innentől a témának a leírása és annak a keretbe hozása. Tehát az első kettő az a miénk, és a keretbetétel az pedig egy hát két hölgy dolgozott rajta, az egyik volt, aki az arculatát adta, a másik meg aki, hogy is mondjam, aki megfogalmazta egyszerűen, érthetően és átláthatóan. Úgyhogy ebben a fázisban van. Abban állapodtunk meg a rendészettel, hogy az ő tapasztalatikait is még bele fogjuk ebbe rakni. Ez egy annyiban nehéz téma, hogy ez folyamatosan bővül, és mindig lesznek benne olyanok, amiket kihagyunk. Úgyhogy azt nem tudom, hogy elkészültünk abból egy, tehát itt még ebbe ezzel most nem foglalkoztam, de ha kidolgoznom kellene, akkor is egy több napot venne igénybe, mert kidolgozunk egy alapanyagot, azt közzétesszük, írásban nyomtatva, vagy csak vagy lehet, hogy online is elég egyelőre. Tehát én is a változás miatt én is gondolom, hogy nem is biztos, hogy elsőre nyomtatni kellene, mert lehetnek ott még olyan hibák, vagy hiányosságok, amire csak ugye később derül fény, és akkor kvázi egy ilyen beta verzió. Te voltál ezzel kapcsolatban, nem? Akkor most nem nyilatkozol erre. Jó, tehát a lényeg az, hogy nincs ez egyáltalán elfelejtve, de azt sem mondom, hogy most a frontvonalban van téve ez a téma. Mint ahogy a mai napi rendi pontok se erről szólnak egyelőre, de én abban bízom, hogy a téli időszakban még hozzájutunk újra ehhez az anyaghoz, amikor egy kicsit kevesebb a kivitelezői munka és több a számítógép előtt eltöltendő idő. Megértettem. Én azt gondolom, hogy is a téli időszakban leszek is időm, akkor lehet, hogy viszont egy ilyen, nyilván nem egy hivatalos változatot, de egy ilyen civil változatot, én akkor lehet, hogy azért létrehozok, nyilván nem adózással, meg ilyesmivel, mert az a hivatal dolga, de amiket én össze tudok szedni, ilyen akár a honlapról rendeletekből kiollózva, vagy egyéb úton, módon, akkor én lehet, fog készíteni egy ilyen béta vagy téta verzióként. Aztán majd, amikor a hivatalos elkészül, akkor nyilván az lesz
irányadó kamatláb. Mehetünk tovább, Balázsa? Menjünk, igen. Gyalogos átkelő hely. Gyalogos átkelő hely. Nem az én ügyem, viszont engem is érint, illetve aki felvetette lakos, engem is megkeresett annó ezzel, ezért újra előhoznám, kicsit felmelegíteném a témát. Gyalogos átkelő a 11-es főúton. Itt a Bogdányi Híradó 2021 áprilisi számában Déna gyáron helyi lakos nyílt levélben fordult a képviselőtestülethez levelében. Ja, most nem fogom szó szerint csak a lényegét, hogy a hivatal és a posta közötti gyalog átkelőhely balesetveszélyességére hívta fel a figyelmet. Akkor hajszálom múlt, hogy egy életveszélyes balesetet elkerültek. Én tudok arról is, amikor ez megtörtént. Kérte, hogy a képviselőtestület vizsgálja meg a kérdést, és lehetőség szerint 3 hónapon belül valamilyen választ kapjanak a... Itt, akkor ő úgy kérte, hogy a Bogdányi Híradó hasábjain keresztül is, hiszen ez nem magánügye, hanem ott éppen én is átmentek, vagy az én gyerekeim is, vagy a képviselőtestületi tagok, vagy az ő gyerekeik, vagy nagyszüleik, vagy akárkicsoda. Én nem tudom, hogy lett-e volna ilyen, illetve legalábbis nyilvánosan nem tudom, hogy volt-e ilyen információ. Ha volt, akkor azt megköszönöm, hogy hol volt, vagy esetleg valamelyik híradó számában, amit én nem olvastam, vagy nem, vagy ez hol tart ez az ügy. Áron mondta nekem, hogy kapott korábban valamilyen tájékoztatást, de azt igazából csak ő egyszemélyesen kapta. Tehát így kvázi a település lakosságáról nem sokat tud, hogy mi ez, hol tart ez a történet. Jó, én most nem tudom, adminisztratív, hogy az Áron kapott-e választ, vagy nem kapott, személyesen kapott választ. A magam részéről azt tudom mondani, hogy itt történtek fejlemények. A novemberi rendkívülésre fogjuk bevinni. Van rá elvileg egy lehetőség, technika. Úgyhogy novemberben a mai, hogy is mondjam, hosszú testületi ülés, és még hosszabb testületi ülésre már nem fért be, de beszéltünk egy olyan, azt hiszem, magyar fejlesztésű céggel, akiknek az árajánlatuk, én azt gondolom, hogy praktikus is, talán megfizethető is, úgyhogy ezt hozzuk a képviselőtestület elé. Jó? Ja, azért nem mennék bele, mert ez egy részletesebb történet. Jó. Én úgy gondolom, hogy haladhatunk úgy, és lehet, hogy az a célszerűbb is, hogy az itt időteket is jobban megsporoljuk, hogy én csak gyorsan végigfutok a témákon, és úgyis azt kérném a jegyző úrtól, hogy úgyis ezt a kis összeállítást mondom, mellé tűzi a majd a közmeghallgatáshoz, mint egy ilyen érkezett írásos dokumentumot, és akkor én azt jegyző urat kérném, hogy akkor ezekre kapok válaszokat írásban, akkor gyorsabban tudjuk felpörgetni, meg úgyis szerintem úgy praktikusabb a dolog. Úgyhogy akkor felgyorsítanám, jó, és akkor nem kell annyira részletesen megbeszélnünk. Nekem tökéletes, hogyha utána egy-két mondat erejéig kapok válaszokat rájuk. Akkor a 14-es, ez Antos Károly helytörténeti gyűjtemény, kötőjel Helymet Múzeum kérdése. Ezzel kapcsolatban... Parancs! Ja, bocsánat! Jó, rendben. Ezzel kapcsolatban én azt nagyon jónak tartom, amit a Fogel Norbert úr ebben elővezetett ebben a koncepcióban. Amit jónak tartok benne, az, hogy modernizálná ezt az egész múzeum témakört. Illetve vannak digitális ötletek, meg több látogató bevonzása, és kicsit a homloktérbe, vagy az előtérbe hozzuk a múzeumot, ami ugye elhangzott, hogy Antos Károly helytörténeti gyűjtemény, ő a díszpolgárunk, ő majd rá következő pontban rátérnék egy gondolat erejéig. Én viszont ez egy személyes magánvélemény, nem kell elfogadni, illetve semmit sem kell elfogadni, én csak elmondanám, hogy én úgy gondolom, hogy a beltartalom, amit a Fogel Norbert elővezetett, én abban teljesen igazából egyet tudok érteni. Ám én az épületben azért más szempontokat is mutatnék, vagy felvezetnék, vagy felvázolnék. Én úgy gondolom, hogy a mostani épületnek a kinézete ez sokkal reprezentatívabb, sokkal esztétikusabb. Tehát ha megnézem, tudom, el lehet költeni pénzt arra a saroképületre is, de az önmagában egy, bocsánat, én úgy gondolom, az egy jellegtelen épület, a homlokzata, ha még ott ablakot cserélnek és tukkok kerülnek rá, ez akkor is szerintem az marad. Ez a mostani épület egy sokkal reprezentatívabb épület. Ott a koncepció bemutatásában ott szóba került például a gang, vagy ez a veranda kérdése,
itt a meglévő épületnél ez például egy adottság, ott én úgy tudom, hogy ez nincsen. A belső udvar ott nagyon szűk, itt azért több a lehetőség. Van egy kis épület is, vagy egy korábban bérlakás volt, most nem tudom, milyen a státusza. Én azt gondolnám, hogy az a belső lakás, az akár hosszabb távon, akár a Nemzetiségi Önkormányzatnak egy székhelye is lehetne. És én a múzeumot, bár ez nyilván nem az én asztalom, ez csak egy ilyen ötlet lenne, én a modernizációval egyetértek, de én itt tartanám ezen a helyen. És én úgy gondolom, hogy nem azért vannak benne kevesen, mert mondjuk a Google térképen nincs fönt, én rengeteg mindent tettem már föl, ha kell, ezt is holnap fölrakom, hanem inkább az, hogy valaki oda megy, és nem tudja, hogy lehet bejutni. Nincsen kint egy tábla, hogy mi a nyitvatartás, és ha nincs nyitva, akkor kit hívjon, hova menjen, hogyan tud oda bejutni. Megakad az ember. Még a legjobb szándékú nézelődő is igazából lepattan róla. Ha csak eszébe nem jut, hogy átsétál ide a hivatalba, de mondjuk egy idegennek aztán ugye legkevésbé jut eszébe szerintem. Ha egy telefonszám ki lenne, hogy kit lehet értesíteni, akkor az egy jobb lenne szerintem. Annak az épületnek, a másik épületnek, itt tettem hozzá fényképet is, én most nem, itt csak ötletelnék, semmi konkrétan nincsen. Én úgy gondolom, hogy ez viszont rendkívül jó helyen van a művelődési házhoz az épület. Itt azért vannak raktározási problémák, akár a múzeumnak, ott elhangzott, hogy 26 vasaló van, ugye, hogy nem kell 26, de kidobni sem kellene, hát ott például lehetne ezeket tárolni. A művelődési háznak is lehet, hogy egy közeli raktár lenne, akár az önkormányzatnak is. Ezt javaslom megfontolni. A belső tartalommal meg csak annyit, egy mondatot szeretnék, hogy nyilván a Bogdány, tudjuk, hogy hosszú és szövevényes, meg összetett helytörténete van. Ezt érdemes úgy kialakítani a belső koncepciót, hogy ez ugye az egész települést lefedhesse. És ennél többet átlépnék a következőre, a díszpolgárok kérdésére. Ez is már többször talán szóba került, szóban. Ugye itt Antos Károlyné volt, aki Edith néni, ha jól emlékszem, ő alapította meg azt a helytörténeti gyűjteményt, valamikor talán a 90-es évek elején, vagy a 80-as évek végén. A települési honlapon a díszpolgárok felsorolásánál van jó néhány olyan név, ahol egy betű, fia betű nem szerepel, hogy mikor kapta, miért kapta, miért lett díszpolgár. Ilyen Antos Károlyné is, sajnos. Én úgy gondolom, hogy méltó lenne hozzájuk, hogy hát ha más nem utólag, nyilván önáll tudjuk az ő esetében, hogy ő a helyi helytörténeti múzeum alapítója. Tehát ezeket én úgy gondolom, hogy talán megvannak ezek az iratok, még a korábbi adományozási oklevelek, vagy határozatok, vagy indoklások. Én most csak néhány ilyen ikonikus nevet emelnék ki, nem teljesség igénye nélkül, aki lemaradt így. Antos Károlyné, Bergman Ferenc, Elter János és Siklódi József. Javasolnám ezeket a hiányzó adatoknak a pótlását. Van olyan, amit én már megkaptam a családtagoktól, azt vissza tudom juttatni szívesen, mert ha esetleg nincs meg, a Siklódi Józseféről beszélek. Ugye itt nem méltatások szerepeltek sosem, hanem a testületi döntésnek az indokolása, hogy miért kapta valaki a díszpolgári címet. A felsorolt esetekben megnézzük még egyszer, de emlékeim szerint az a helyzet, hogy a képviselőtestületi döntésben csak a deklaráció van, hogy díszpolgári címet kapnak, de azt, hogy tulajdonképpen konkrétan mi ennek az indokolás, az nem szerepel, de meg fogjuk még egyszer nézni. Jó. Én ezt rendben, annyit mondanék, nyilván még az ő esetükben most még ugye vannak emlékezők, akik tudhatják, hogy a régi képviselő testületben lévő régi tagok, vagy hát nyilván most Antos Károlyt mondom, az ő esetében tudjuk, hogy valószínűleg a helytörténeti múzeum volt az ilyen. Elter János esetében nyilván valamilyen zeneoktatásban betöltött tevékenység. Sokaknál még évszámok sincsenek, tehát ezt javasolnám felülvizsgálni, kiegészíteni. Mondom, Siklódi József esetében az ő családtagjaiken visszajutották ezt az oklevelet, meg a határozatot, azt el tudom. Egyébként 98-as emlékeim szerint, tehát azt odaadom. Én úgy gondolom, hogy a díszpolgároink méltók rá, hogy itt legalább egy mondat erejéig, meg egy dátum, hogy megemlékezzünk róluk, illetve ha mi elfelejtjük majd később esetleg, vagy már nem leszünk, hogy akkor még tudják, hogy ki miért kapta.
Következő. Sportpálya, műfűves pálya. Tudom, hogy sportegyesület üzemelteti, és, de úgy tudom, hogy a maga a sportpálya tulajdonos az önkormányzat. Nem egyeztettem a elnök úrral, tehát itt ez teljesen ilyen saját gondolat. De viszont gyakran járok a pályára, látom, hogy elég régóta fekszik egy ilyen bontott műfűves pályának a nem is tudom, minek nevezzük ezt a anyaga, vagy a talapzata, vagy nem tudom mi a műfű tömbök. Tessék? Tekercsek, igen, köszönöm, hogy nagyon régóta ott vannak. Én nem tudom, nyilván ez a sportegyesületnek a hatásköre, de miután önkormányzat tulajdonos, ha esetleg valamiben tudna segíteni, akár nem tudom, pénzben, munkába, nem tudom, talán azt is hallottam, hogy hiányzik néhány négyzetméter, és azért nem lehet lerakni. Én félő, hogy így tönkre megy, még egy-két ilyen szezont az esőbe, fagyba ott kimarad, és aztán hát talán a kukában végzi. Viszont a gyerekek meg szerintem utána nem mertnek föl a füves pályára, ezért jól lenne, valahogy tudnának az iskolai pályán kívül futballozni. Ez egy javaslat, csak nem több. Mondom, ezt nem egyeztettem elnök úrral, ez egy ilyen, mint apuka vagy szülő, aki járok arra, vagy néző. Jó, a 17. pont, ez Szabadstrand tervezésének a kérdése. Én láttam, újra meg fogom majd azért nézni alaposan, mert elég veretes, meg tartalmas bemutatók készültek a strand tervezésének a kapcsán, az egyetemista hölgyek és urak, amit bemutattak. Én, de tudom, hogy ez egy nagyon fontos, meg kirakatban lévő és érzékeny téma a településen. Én azt javasolnám ezzel kapcsolatban, hogy mielőtt azért döntés születné, hogy melyik irányba indul el ez a megvalósítás, már amennyiben ugye lesz ebben megvalósítás, hogy akkor egy valamilyen formában egyfajta ilyen lakosok bevonása, valamiféle társadalmi egyeztetés azért jó lenne, ha lenne ez ügyben. Én úgy gondolom, tudom, hogy a döntés ez már az a testületé teljes mértékben, de azért én úgy gondolom, hogy ez egy annyira fajsúlyos kérdés és hosszú távú, mondhatni stratégiai pont, hogy szerintem itt azért akár vagy egy falugyűlésen, vagy egy ilyen valamilyen formában érdemes lenne, hát ha vannak ezzel kapcsolatban lakossági igények, meg észrevételek. Aztán nyilván szakmái a megformálása és a testületi a döntés kérdése. Viszont mindannyian leszünk, akik ugye ezzel együtt fogunk élni a következő évtizedekben. Jó, akkor és már csak kettő van, vagy? Három. Hoppá, itt valami kimaradt nálam. Hát akkor kinézzük. 18, 19, ja nem, bocsánat, 20. Megvan, jó, igen, csak nem jól lapoztam. Fővárosi vízművek által ígért tájékoztatás. Itt néhány dolgot ki is emeltem a erről szóló jegyzőkönyvekből. Itt a fővárosi vízművek 2019. szeptember 10-én tartott itt egy képviselőtestületi ülést, amiben ugye több minden elhangzott, jegyzőkönyvekbe is kerültek. Én itt kiemeltem dr. Paksi Piroska által elmondottak közül néhány gondolatot, illetve aláhúztam a képviselő hölgyeknek és uraknak. Jó, elnézést, jó, látszik, hogy már hogy ebben ők akkor ígértek, hogy az új képviselőtestet tájékoztatni fogják, itt egy ilyen kampányról szólt, egy ilyen hát nem is tudom, hogy fogalmazok, ilyen rendtételi kampány. Jött kiemelték, hogy 17-ben, ami most már régen volt, akkor extrém magas volt, 73% volt a nem számlázott víznek az aránya. Ezzel kapcsolatban én tettem 2020. október 10-én egy e-mailt küldtem, adatokat próbáltam kérni a fővárosi vízművek osztályvezetőjétől, Dienes Adriántől. Ott én erre, hát hogy úgy mondjam, nyilván pandémia volt, de igazából egy ilyen semmit mondó, vagy ilyen elkerülő, vagy nem is tudom, tehát információt nem tartalmazó választ kaptam. Én azt szeretném szintén javasolni a képviselőtestületnek, hogy
hivatkozva erre a 19. szeptember 10-i ülésre, illetve a jegyzőkönyvben foglaltakra, ahol ígéretet tettek a vízművek a tájékoztatásra, hogy ezt, ha már megtörtént, akkor jó, ha pedig nem, akkor ezt szerintem érdemes lenne sort keríteni rá, hogy most már végig van a pandémiának. És ez egy olyan kérdés, ami nagyon izgatja és érinti is a lakosságot szerintem. Úgyhogy ezt szeretném kérni, hogy a testület kérje a vízműveket, hogy számoljon be az adott eltelt eredményekről, mert eredmények is vannak. Tudjuk, hogy azért elég jól sikerült leszorítaniuk ezt a nem számlázott víznek az arányát, hogy éppen most hol tart ezt, én nem tudom. Tehát ez lenne, hogy én úgy gondolom, hogy szeretném kérni, hogy a testület kérje meg a fővárosi vízműveket, hogy ezzel kapcsolatban tartson egy olyan, hogy küldjön egy olyan információt, ami akár nyilván a lakosság is elolvashat, meghallgathat, tájékozódhat belőle. És ugyanez a témakörhöz tartozik, a javaslatom, ez már az utolsó előtti pont, ez a vízdíj mérséklése a környező települések szintjére. Ugye ez most már azért viszonylag közismert, hogy a környező településeken nagyságrendileg 218 forint per köbméter a víznek az ára, ez Dunabogdányban 357,8 forint per köbméter. Tudjuk, közismert, hogy a vízdíj megállapítása nem önkormányzati hatáskör, de az önkormányzat, mint a Dunabogdány lakóit képviselő szerv, legalább megpróbálhatja, illetve kezdeményezheti az illetékes állami szervnél a díjcsökkentést. Ezért szeretném megkérni a képviselőtestületet, hogy tűzze napirendre, tárgyalja és lehetőség szerint név szerinti szavazással hozzon határozatot arról, hogy a helyi vízdíjnak a környező települések árszintjére történő mérséklését kezdeményezze a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál. Ez egy kérés, javaslat lenne. Ez nem az én egyedi kérésem, ez nagyon sokakat érint. Tudnék most ezt hozzáfűzni sok mindent, de az idő miatt nem szeretném. Döntsön a testület a saját belátása szerint. És az utolsó ilyen pont lenne, ez a 20-as pont, ahol az Euróvelo 6 kerékpáros hiddal kapcsolatos. Ebben ugye láttunk, strandon fúrtak próbafúrásokat, kivágtak rengeteg fát a vízműkutak mentén, fúrtak a vízmű területén is. Látjuk, Kisrossziból is jönnek hírek, történések. Nem tudjuk, hogy ez... itt a többes számba, itt most nyilván nem én egyszer... Én mondom le a szöveget, de nyilván itt most képzeljétek oda, hogy néhány ember ezeket a kérdéseket még felteszi rajtam keresztül. Tehát látunk munkálatokat, lehet látni szomszéd településeken, hivatalos honlapon is feltöltve dokumentumokat. Igazából a dunabogdányi lakosság, én úgy tudom, de ha tévedek, akkor cáfoljatok meg, hogy nem nagyon kapott ebben hivatalos tájékoztatást, pedig ez egy viszonylag nagyszabású történet. Azt is tudom, mert voltunk együtt polgármester úrral, meg itt többekkel igazából, egy fő hiány, akkori teljes testület volt jelvéről tárgyalni. Én azt most nyilván nem akarom idehozni. Polgármester úr akkor elmondta, hogy az ő álláspontját, amit én igazából meg is értettem, és még bár nem teljesen értettem vele akkor se egyet, de akceptáltam, és én ezt nem is hoztam szóba. Viszont amikor már ilyen látványos munkálatok világos nappal fúrnak a strandon, akkor nyilván az emberek, mert ugye kérdések merülnek föl, hogy most, és akkor mindenféle hülyeség is elhangzik, hogy olajat fúrnak, meg melegvizet, meg nem tudom, meg bekerítik a strandot, meg minden, meg ott lesz a híd, meg egy csomó minden hülyeség, ami én úgy gondolom, hogy nyilván el tudom fogadni azt, hogy vannak információk, amik nem kerülhetnek még valamilyen oknál fogva a nyilvánosságra, de azért talán ilyen szerkesztett információk, vagy amik lehetségesek, azt én javasolnám kommunikálni, mert ebben nagy bizonytalanság van nem csak akik ott laknak, mert akik ott laknak, főleg azok izgatottak ebben a témában, de akik nem ott laknak, azok is. Én már egyébként többször elmondtam, hogy én nem vagyok a hídnek a ellenére, én szeretnék egyszer majd átbiciklizni a szigetre, meg egyébként a Vác hídra is szeretnék majd egyszer átmenni.
De úgy gondolom, hogy a dunabogdányi polgárok aztán megérdemlik ennyi idő után, hogy ebben, ha csak amennyi öt mondatos, akkor öt mondatos, amit el lehet mondani, ebben kapjanak valamilyen kapaszkodott információt, mert mindig jobb egy testületi, hivatalos vagy polgármesteri információ, mint a, nem tudom, a szomszéd település honlapját nézegetni, a közbeszerzési honlapokat nézegetni, a, nem tudom én, a blik, újságokat nézegetni. Tehát, hogy én ezt szeretném kérni, ha lehetséges, ez is nyilván a képviselő urak és hölgyek és uraknak a saját belátására bíznám. És akkor én ezzel eljutottam a 20 pontnak a végére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a nézőknek a figyelmet, és hát jegyző urat szeretném kérni, hogy akkor ezt a kis dokumentumot csatolja, legyen szíves hozzá a közmeghallgatáshoz, és én szeretnék akkor ezekre, nem kell hosszúakat, egy-két-öt mondatban, amik itt elhangoztak, nekem az is tökéletesen megfelel. Jó. Azt gondolom, ami itt elhangzott, az benne lesz a jegyzőkönyvben, és akkor a 14-es kérdéstől pedig külön fogunk írásba válaszolni. Jó, ez meg is volt már. Az Antos helytörténeti gyűjtemény. Ott váltottunk át ilyen gyorsabb előadásba. Hát, jó, a többinél meg ott lesz a jegyzőkönyv, de... Jó, de ha egyesleg egy Ctrl-C-vel át lehet, akkor egybe van az egész, akkor... Még jelezném, hogy vannak még témák a fejemben, de nem akarok visszaélni a testületnek az idejével, meg az enyém, sajátommal sem, meg a családomével sem. Még legalább ennyi téma van a fejemben, de jövőre is tartogatok valamit, és köszönöm a meghallgatást, és akkor jó munkát kívánok. Itt voltál. Köszönjük szépen.